Nem jött még értesítő, hogy kezdtük volna a live-ot. Köszönjük, YouTube! Pedig te! Na, elvileg kint az index kép is, úgyhogy... zsír. Na! Hello, hello, srácok! Mindjárt elkezdjük, csak még megosztjuk. Így, ni. Addig is üdvözlök mindenkit, aki már itt van, nem tudom, van-e már itt valaki, kivárakozik ilyen korán, gyakorlatilag a kezdése. Ki az első? Mindjárt mondom, csak tölt a telefon. Na, már hároman vagytok, srácok, nagyon kircsi. Fogunk venni új lovat, dzsungellány és S, de S írt hamarabb, úgyhogy ti vagytok az elsők, a number one, a number one. Egyértelműen ezt a címet ma ti viselitek. Nyugi, jó vagyok, csak pörgök, mint a búgó csiga. Lesz ez még így se a live második felére, ismertek engem. Mindjárt elkezdjük TikTokon is. Hol az SSO-s csoportom? Ott van. Igen. Jó. Jó. Kinek hogy telt a napja? Ez dzsungellány, hogy vagytok? Meséljetek nekem. Ok. Itt elméletileg meg vagyok. Kiposztoltuk a posztódivalót. Gyűjtem hallgatni, egészségedre, Szketi. Szia, szia, szép napokat. Mindjárt belőjük a TikTokot is, elméletileg. Most a másik kamerákat tudtam megoldani, mindjárt mesélek, aki voltam úgy tegnap, az tudhatja, hogy ilyen kis gubancok voltak a kamerákkal. Aztán úgy sikerült megoldanom, hogy a TikTokra tettem az újat, a régit pedig ide. Hát a semminél jobb úgy vagyok vele, gyerekek, mert hogy valamiért úgy érzékelte az OBS, hogy nincs kamera 2. Tehát, hogy így az OBS az így meghűlt, azt mondja, hogy már pedig én nem érzékelem a kamerát. Tegnap Szabi próbálta is kérdezgetni, hogy nem-e túlmelegedés, vagy ilyesmi, de hát igazából amúgy nem. Tehát, hogy itt fogalmam nincs. Buszra vár, szia Kira Bandita! Villő, hello, hello, sziasztok, sziasztok. Hello, én késed kb. Nem késel, ez nem időpontra megy. Jössz, amikor jössz. Én örülök mindenkinek, aki jön játszani is egyaránt. Úgyhogy még kidobom Instára, hogy elkezdtük, és utána megnézzük az új lovakat. Na most, ha jól olvastam, olyan lovak jöttek be, hogy csak Star Riderek tudják megvenni. Tehát valamilyen szinten a cím is valóság, hogy... limitált, mert nem veheti meg akárki, érted? Nem veheti meg akárki, csak aki már Star Rider. Mondjuk ki nem az? Mármint, hogy nyugi Dave, igen. Na, haló, haló. Várjatok, kijebb nagyítom a chatet, hogy lássalak is titeket, hogy mit írtok, mert egyelőre annyit látok, hogy pörög a chat. Na, szóval, irigyellek, én nemrég értem haza, most láttam az értesítést, oké, még most kezdjük. Igen, fárasztó napom volt, de tesi elmarad, de előre jött a töri, aztán jöttünk haza, az király. Szia Sára! Van közös pillanat, pont a múltkori SSO live-ban mondtam, hogy te vagy a közös pillanat mesterem, és valaki írta, mondtam, hogy ideiglenesen átvette a helyed, de nem is arra kell ide a kamera, hogy megszámoljuk, hány szőrszával rajta, jó jogos. Szaladok veled SSO-zni, izgatott vagyok az új lovak kapcsán, én is. Hazaérek, érkezem is, rendben. 11-en vagyunk, fejeljük meg a lájkokat, srácok. És azt mondom, hogy azt nem néztem meg, mondjuk, hogy hol vannak a lovak. Azt ti tudjátok, tehát így várjatok, mindjárt rákeresek, mert én nagyon felkészülten jöttem sem. Star Stable. Csak azt tudom, hogy kettő fajta van. Jorvik Lovarda, 55-kor indul a busz. Akkor nem, pedig már betöltött, komolyan mondom, betöltöttem, de akkor engedjük el. Akkor engedjük el, akkor megyek anélkül, hogy megnézzem. Még TikTokon majd osszátok a live-ot, stb. Gyerekek, ott is 4-en vagyunk, üdvözlök mindenkit. Köszönöm a megosztást, meg mindent, rózsa, élő cél, stb. Jön a Instagram, az enyém van? Hát majd átnézem, szerintem 2 éve nem szerkesztettük. Na, hol vagyunk? Az erdőbe. Én elmentem az erdőbe, lovacská. Jó. Ja, bogarasztunk! Mondom, mi a szart keresünk itt? Bogarasztunk a múltkori live végén, így már megvan.
Képzeld, Dév 12-én megyek koncertre. Aznap műtik Janát, de jó szórakozást, majd gondolj ránk. Sajnálom, hogy nem tudsz jönni a talira. Majd este még megy, akiknek mondtam, hogy küldök még egy üzenetet. Egy valaki esett ki, aki mondta eddig biztosra, viszont most úgy néz ki, hogy mégse tud jönni. Tagoknál se látom a nevem. Hát az hogy a viharban van? Jót nézel te egyáltalán, Szketi? Várjatok, most már megnézek egy leírást. Most már megnézem. Nem lehet, hogy előző hónapban kimaradt? Mert ezt mondjuk még nem frissítettem most. Na, akkor majd pótoljuk. De ott kell legyen. Jó, ja, hát ne azt keressed, nézed már, meg azért mondom. Gyerekek, hogyha valaki tag lesz, vagy tagságot ajándékozik, még a tegnapiak nem kerültek be, mert nem volt időm frissíteni, ugyanis ma tavaszi nagy takarítottam. Konkrétan ne tudjátok meg, hogy mennyi porcica, mi porcica, pormacska hadsereg volt a szobába. Köszönöm a 20 hónapot. Tehát olyan pormacska hadsereget szívtam fel a porszívóval, hogy szerintem megtelt a porzsák. Pororoszlán, azaz, azaz. Na, de biztos jó lesz villő, úgyhogy gyakorlatilag annyi volt, meg olyan cuccokat, annyi szemetet találtam, amit nem dobáltam ki, ilyenek, hogy lejárt garanciák, de már nem, lejárt több, mint másfél éve. Végül is ideje volt a szelektálásnak, meg találtam 2021-es Mongufta Family-s rajzot, levelet tőletek, azok mondjuk nosztalgikus pillanatok voltak, szia Bence, azért nem is úgy haladtam, ahogy akartam. Elment az egész napom a nagy takarítással, aztán utána elmosogattam, porszívóztam, stb. Úgyhogy fú, annyi lejárt garancia volt, gyerekek. Nézem, hogy jó-e még, azt nézem, másfél-két éve lejárt. Tudom, hogy a Jorvik lovardába kell menni, csak hülye vagyok. Egyszerűbb így, hazaszállítunk. Az kuka onnantól, igen. Na, majd az új körmed is megnézem. Jól vagyunk, köszönöm Bence és te. Hűtőben nincs ott, most rend van, azt szépen rendbe tartjuk. Talán egy olyan van, ami lassan kidobandó lesz, de az is csak akkor, hogyha nem csinálom meg két napon belül. Elméletileg. Szia Fanni! Pont holnap megyek majd. Na, jó van. Holnap én dolgozok, úgyhogy live nem lesz. Videó az vagy igen, vagy nem. Mivel nem sikerült. Bár fel van véve a videó, csak alá kéne beszéljek. Honnan is kell menni? Sunfield Farmtól jó szerintem. Fekete az egész nyakam. Hát figyelj! Lehetsz még fekete pákó is. Mondjuk ő inkább barnább. Szoktál Robloxozni? Most fogjuk visszahozni a hetekbe. Köszönöm Sára a kérdésed, egész jól. Ezt leszámítva nagyon jól vagyok amúgy. Zara, köszönöm a követést. Miért nem szólt az umpa-lumpa? Na, késvel jött, köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy... Na várjál, nem látom a chatet. Egy apró moment, kisebbre kell vegyem a TikTokot. Most már majd látom. De nem! A chatet kicseszi oldal. Haló? Nem látom a chatet TikTokon. Miért nem? Várjál. El van csesződve a TikTok. Gyerekek, itt minden el van csesződve. Hát mi ez a rendszer, TikTok stúdió? Csak úgy kérdezem, nem látszódik a 3/4 chat? Akárhogy nagyítom, a chat nem változik. Jó, kérek egy új update-et, kérek egy update-et, majd nézem telón. De, sokan Józsi. Várom a szombatot, lehet másnapos leszek, picit figyelmeztes, ne igyek együtt a buliba, írok neked előtte levő este. Futok oda, csak laggolok, kidobál az eszeszó, itt leszek bandita, várlak egyre, csak várlak, nem jössz hozzám, vissza tudom. Várj, ez melyik dal? Várlak egyre, csak várlak, nem jössz hozzám, vissza tudom. Fingom nincs. Köszönöm szépen József a követést. Ezeket hozták be? Hát gondolom, mert itt állnak hároman amúgy. Tehát a holland melegvérűnek így ezt a kettő színét, vagy nem? Illetve Lipicait, azt olvastam, hogy a Lipicai színe szerintem ez lesz. Köszönöm Enikő a követést. Aha, oké, és várlak majd. Mindenképp.
Na, Lipicai, és akkor ez a harmadik. Hát nem tudom, hogy holland melegvérűt veszek-e. Köszönöm szépen, Tami, a követés neked is. Hogyha van egy koinotok, a szívlej engemet és a rózsa élőcélt elő tudjátok segíteni. Köszi a lájkokat, srácok, illetve a megosztásokat is. Hát nem tudom, nektek melyik tetszik jobban, úgy őszintén? Így néz ki a holland melegvérűnek ez a színe. Nem rossz amúgy, tetszik, hogy a két oldala az teljesen más. De szerintem lipicai lesz. Valamiért, ha döntenem kéne, hogy holland vagy lipicai, melyiket választom, akkor lipi. De azt írták, nem, hogy valami sörény, egyedi sörény is van. 16-an vagyunk YouTube-on, fejeljük meg a lájkot, köszi. Amúgy most mi van a helyzet fesztivális lovakkal? A Morlennél vannak, a izénél, ott is van, dupla event van, 200 ilyes, ezt mire kaptam? Tehát, hogy Morlennél vannak, ahol szokott lenni az ilyen fa összerakós cucc. Jó, lipicait az biztos veszünk, szia Eszter! Úgyhogy ott vannak dzsungellány, előző live-ba is megnéztük, de majd elmegyünk oda is. Figyeljetek, véletlenszerű lesz, hányan vagyunk most? 13 meg 11 a cseten, a másikon, az 14-en, az azt jelenti, hogy 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Horse Planet, üdvözlünk, teljesen randomul rábíztuk a nevet. Mondtad, hogy gyűjtötte 100k-es, de én ezt még most se fogom fel. Másfél szettet tudtál belőle venni, az igen. Majd mindjárt felszereljük a lipicait. Itt a dzsungellány, hello, hello. Megmutatom neked, hogy hol vannak a leakciózottak. Ja, te vagy a csoportban, meg a bandita is megjött, sziasztok. Sziasztok. Hát, a lipicait azt akartam venni, hogy állunk most eszébe. 5000. Várható még valami ló ebbe a hónapba, vagy nem? Csak úgy kérdem. Ezt jó lenne tudni. Attól függ, hogy veszek-e majd. De remélem, hogy nem. Végig szoptam 3 és 4 hónapot, még csak kétszer se jött ki. Hát ez irreálisan azt mutatja, hogy retek drága a set a játékba. Csoportos versenyt megcsinálhatjuk, ha már itt vagyunk, én azt mondom. Tudjátok, van itt csoportos verseny, aztán utána átmegyünk bandita meg dzsungellen, meg aki csatlakozik, majd a morlandi lovakhoz is, megnézem azért a leárazásokat, de nekem a legtöbb meg volt. Meg úgyis morlandben is van csoportos. Itt van, két csapatverseny van, ezekkel kezdjük. Ma edzeni fogunk amúgy, azon kívül, hogy játszunk. Meg megnézzük a frissítést, ma egyértelműen... tematikusan hosszan fogunk versenyeket csinálni. Jaj, nem raktam semmit a lóra! Bemutatom, milyen egy egyes szintű lipicai teljes vadonat újonnan. Szia, szia Emese! Úgyhogy teljes mértékben ilyen tempóra számíthat, aki nem tesz rá semmit. Ilyen se sűrűn fordul velem elő. De megmutatom. Ilyen hatalmas, szélsebesen szállunk. Hasítunk, gyerekek. Morland mellett, ahol szokott lenni a másik fesztivál. Szia Zsófi, üdvözöllek. Még TikTokon mondjuk nem küldtem ki. Köszönöm szépen a követést. Hobbi, akárki. Nem bírtam a neved elolvasni, mert most szar a TikTok stúdióm is. Meg az OBS is. Örülök, hogy tudok live-olni. Nem tudom, hogy mikor update-elik őket vissza, de nagyon el van csesződve mind a kettő. De attól független örülök és üdvözöllek. Majd mindjárt teszünk rá szettet, meg mindent is. Mert így egy picit lassú. Köszönöm, hogy türelemmel megvártatok. Köszönöm szépen a követés, random, oldani és Nina. Köszi, köszi. Köszönöm. Szinteltetés. Na, mondom, szinteljed. Szia, S.
Mi újság, Zsófi, milyen napod volt, illetve a most érkezőket is kérdezem, mit tudok gyorsan így random rátenni. Mi maradt nálam a múltkori szekrénypakolásból? Ennyi? Hát, csodálatos. Nem még ez is. Jó, a másik versenyt így tesszük meg. Hatalmasat fog változni a lendület. Nem. Ja, ezen a területen nem látszódnak az emberek elvileg sára, majd mindjárt arrébb megyünk. Téged nem idegesít, hogy rövid hajaknál hátul a fül kilóg? De! Az igazat megvalva, de! Most lőn csak hamburger lakóra. Köszönöm szépen, Emi, a rózsákat! 17 rózsát ki is lőttük az élő célt, köszönöm! Mindjárt majd teszek egy új élő célt, addig esetleg, hogyha van egy coinotok, szívlálj engemre, azt köszönöm, hogyha benyomjátok, azt gyűjtjük. Elvileg, ha összegyűlik 10 000 embertől, kapok valami kupát, de hát ettől olyan messze vagyok, mint Makó Jeruzsálemtől, de tudjátok, kell mindig valami motiváció, ezt szoktam mondani, régen mondtam, mostanában is tartom. Én kaptam ilyen nagy ajándékot. Hát akinek jó megy, villő. Köszönöm szépen, Zsófi. Köszönöm a szívlelj engemet. És köszönöm a követést, Mimóra. Hát villő, Dave, próbálj úgy fogalmazni, hogy ne legyen kellemetlen senki számára. Ha olyan csinos lennék, mint a villő, akkor lehet, hogy kapnék nagyobb ajándékot. Vagy ha olyan jó humorral rendelkeznék, vagy olyan jól kezelném a trollokat. Ez a három kombinációja az, ami belőlem hiányzik. Viszont a többi részem itt van. Úgyhogy villő, én ezeket emelném ki belőled, és ebből a trollok kezelésre nekem a csillagos ötös, amire felnézek rád, ha live-osz. Dehogy vagyok szép. Jó, ezzel nem vitatkozunk, ilyen is vak. Majd a talira leborotválom a pofám, az szép lesz. Legalább fiatalodok hozzátok. Szombaton Mongufta Tali a Margit szigeten, akit érdekel, srácok, YouTube-on a videó előszületésnapot tartok. Köszi, köszi. Nem értem, nagyon zavar, hogy nem tudok a gépen olvasni csetet. Lehet, hogy mindjárt majd kicsit cseszködök vele, ha tudtok várni. Mert ez nagyon rossz lesz, hogy nem látok semmit ott. Legalábbis engem nagyon zavar. És az van, hogy a chatet félig mutatja a stúdió, és nem látom csak a mondatok felét. Úgyhogy ez nem tudom, mitől lehet. Na, próbálkozzunk, hogy mi lesz, hogyha itt lejjebb. De nem mutatja, ha valaki tud erre megoldást. Na, most megjavult. Nem. Visszatolja ugyanúgy. Hát, így meg belelóg a kép. Jó mondjuk, de nem jó, mert engem zavar, hogy belelóg a képernyőbe. Húha gyerekek, ezzel valamit okoskodni kéne. Most azért álltunk meg, mindjárt lövök nektek egy print screen-t, hogy értsétek. Csak hogy tudjátok, hogy mi a szituáció. Ott bedobtam Discordra, hogy nem látom a chatet. Próbálom beállítani, mert ha széjjelebb húzom, akkor látom, viszont átlóg a főképernyőmre a cucc. Valakinek van ötlete ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetne csinálni a stúdióval? Hogy lássam azért a csetet? És ne az legyen, hogy csak annyit látok, hogy emberek arra is látni hang mögött hali. És nem látom a egész mondatot? Jó. Hát, de megpróbáljuk. Minden napra jut valami technikai szarság, komolyan mondom, ezért fogom abba hagyni a streamelést egyszer. De nem jó, mert így meg belelóg a fél képbe. Na várjatok, erről is dobok nektek egy képet, tehát hogy ezt így tudnám, hogy így meg konkrétan nem látom majd a pályát. Úgyhogy fingom nincs, hogy mit csináljak, mindjárt kit... De tegnap még jó volt amúgy a stúdió. Jó, rózsák helyett mit tegyünk be? Mert tudom én, berakok fagyit. 25 fagyit, 25 a szerencse számom. Amúgy múltkor kapcsoltam facecamet, többen voltak, mint szoktak, nem mintha jól néznék ki, de szerintem az emberek szeretik az arcot látni, ez így van. Hallottam, hogy TikTokon páran írták, hogy SSO-snak ez ügyben, de még mindig nem javították ki. Mármint, hogy mit? Ja, a hajat.
Szia Krisztina, már itt várok a rendelőben. Kitartás, gondoltam rá, csak közben technikai bakikat próbálunk helyreállítani. Egyszerűen nem jó, gyerekek. Annyi látszik most is, hogy jövök innen am. És ezt hogy oldjam meg, hogy Most látszódjon a ön csak cseh? hamburger lakoma. Köszönöm az 5 fagyit, meg köszönöm a szívlejengemet, Zsófi. Hát figyelj, így most én látom a csetet, csak ne lógna át a másik képernyőre. Ha majd én most elindítom. Jó, de várj, meg nem látom a YouTube-ot. Hallod, ki van ezt találva rendesen? Jó, most látom, csak nagyon picibe. Engem az zavarná, én az én nem. Hali Gamer Fanna, gyertek addig ide, csináljatok képet, ameddig elolvasom a chatet. Sára, akkor látszódhatsz majd te Most is. csak Az micsoda? Lakoma. Köszönöm szépen azt az ajándékot, Zara. Az mi az? Kaptam valami... mi ez? Hóember. Ez mi ez? Várjatok, csak olyan ajándékot kaptam, amit nem ismer a Dév. Ott van, sushi! No, köszönöm! Köszönöm szépen! Sushi, az a való életbe is jöhet. Na, olvasok vissza egy picit, addig lőjetek képeket. Igen, tudsz kivenni szettet. Köszönöm a 20 fagyit is, Zara. Ma elhalmoztok, pedig csak itt bénázok, gyerekek. Meg az 5 fagyit is, tehát konkrétan ebből, ez jó, tehát viccelek. Köszönöm. Ott a sushi, tényleg, gyerekek. Beállítok 5 sushit. Kikér még 5 sushit, jöhet hozzám vendégségbe. Amúgy lehet, gondolkozok, szülinapomra kaphatok kaját, és lehet, hogy sushit fogok kérni. Amúgy reggel óta úgy ég a gyomrom, nekem is úgy éget, de este olyan finom gulyáslevest ettem, gyerekek. Ma olyat csinált Jana, élete első gulyáslevesed, nagyon finom volt. Köszönöm szépen a 2 sushit. Mondjuk nem teljes képernyőn van a játék. Én nekem igen. Reggel, igen, már látsz engem, nincs kantár a lovadon, semmi nincs. Köszönöm szépen a sushit, Emi. Csak beköszönni egy kávészünet alatt, kitartás gamerfan, és örülök, hogy itt vagy. YouTube Premium havi 2K feljebb viszik. Nekem van a kis fiókomon amúgy. Tudsz szintet lépni. Köszönöm. Valóban tudok. Na, most már összeszedettebb leszek. Köszi az 1500 lájkot. Igen, Imre, mert most annyi technikai problémám van, elmondom nektek röviden, aztán utána megnézzük Modlanden a cuccokat. Tehát ugye az egyik, le se adtam a versenyt, várjatok. Tehát az egyik problémám ugye, hogy nem érzékeli az OBS a másik kamerát, ezért most TikTokon van az, ami YouTube-on szokott lenni, és meg van fordítva. Nem tudom, a mostani OBS és TikTok frissítés óta, tehát addig nem is lesz jó, ameddig nem jön ki egy új update a két programhoz. Aztán most a TikTok stúdió kitalálta, hogy ne tudjak chatet olvasni, nem nagyítja ki a chatet, úgyhogy tel is tele van mindkettő streamelő program hibával. Ennek ellenére itt vagyok és itt leszek, engem nem lehet ezzel elzavarni, én nem hagyom, én csinálom tovább, csak közben agyvérzést is kaphatunk. Igen. És menjünk át Morlandre, én azt mondom. De mivel itt vannak a többiek, akkor már csináljuk meg ezt a két versenyt, jó? Itt megvárok mindenkit. Bocsánat, hogy félrevezetlek. Alexika, szia, szia, szép napot kívánok neked is, hogy vagy ma. Úgyhogy Imre, már amúgy tök jól vagyok. Jana jobban van végre. Nagy takarítottam, tavaszi nagy takarítás, tök jó meg vagyok magammal is, meg minden jó kedvem van, csak a technika része ne lenne. Pedig most átdugdostam mindent live előtt. Köszönöm Nikolett Csépány a követést. Hello, amúgy tegnapi live játék ötletnek még eszembe jutott az Old Streamen 10 euróért nyáron vagy később esetleg. Ezt is print screenelem. Köszönöm a követést. Mi nem szokott működni? Most várjál, nem láttam. Nem tudok visszagörgetni, Emi. Nektek eskü jól szokott működik a TikTok Live stúdió. Nekünk jól működik, ez messze nem jó. Köszönöm szépen, Marci vagyok, Fannesz kis okosan, nagyon jó a neve. Akkor kezdjük ezt a két versenyt. Nemrég értem haza, egy kis gulyás leves, de pogácsa nélkül, mert azt sütött anyu. Azt ettél? Jó étvágyat.
Tifi nagyon cuki volt, ugye Kikivel meg Tifivel készítjük a születésnapi talit, ami most szombaton lesz a Margit szigeten, és mondta, hogy ő megvette a műanyag poharakat, aki itt van és jön, ne felejtsen el hozni közösbe üdítőt, mert fogunk enni, inni társas játékozások közben, úgyhogy mindenki ne gondoljon arra, és hogy közösbe is hozzunk. Mindig kaját szoktam mondani a közösbe, de most ücsit is hozzunk. Igen. Ennyi lett volna, amit szerettem volna mondani. Félreolvasod, de nem baj. Amilyen ideg állapotban gyűjtem, hallod, Mónika? Imre? Tehát valami gulyáslevest ettél, meg pogácsát anyuttól. De majd mindjárt újraolvasom, vagy írd újra. Az is jó, a DC játék ötletekben a link jogos. Az egyszerű. Filcet? Igen! Hozzatok ceruzát, tollat, filcet, mert viszek füzetet, és mindenki rajzol nekem ajándékba, emlékbe. Az mégiscsak maradandó és kreatív is. Nagyon jó, rendben. Nagyon jó. Egyelőre úgy néz ki, hogy 15-20 ember valószínű, hogy lesz, bár most kiesett kettő, azért mondom, hogy nem tudom, de körülbelül úgy kell számolni. Lovas dolgok, köszönöm szépen a követést. Meg pénteken még tartok live-ot, tehát az nem titok, a tagok már tudják hét eleje óta, hogy Honkai Sztárért fogok live-olni, de lehet, hogy még becsúszik elé, vagy utána egy másik live is, ez még eldől. Köszönöm szépen, Muki, a követést. Úgy hívták a tengeri malacom, ami megdöglött. 25-en vagyunk TikTokon, fejeljük meg a lájkot, köszi. Azon kívül, köszönöm szépen, Flóra, neked is a követést. Akik bekövettek, srácok, ha YouTube-ra beírjátok, hogy Mongufta Family, és majd oda is nyomtok egy feliratkozást, azt hálásan köszönöm. Ott 8000-re hajtunk, ha jól emlékszem. Szabaduló szoba pakli, nagyon-nagyon jó lesz. Már nagyon várom, tényleg. Mindig ti adtok nagyon sok erőt, mert azért néha én is elcsüggedek a live-okba, meg tudjátok, hogy nagyon stresszes voltam a február-márciusom, de az áprilist azt azért megkoronázza a tali egyértelműen. Nekem kecskemét... Ja, kecském neve Muki! Na, cuki! És mennyi idős a kecskéd? Nekem öcsém keresztapukájának voltak kecskéi. Ő állattenyésztéssel is foglalkozott. 7 éves lesz a nyáron, meddig élek, kecske? Játszottunk a Gold Simulatorral annó, de mondjuk az annyi hülyeséget tartalmazott okos dolgokat nem. De vicces volt, attól független, aki szereti a kecskéket, az nézze vissza majd a YouTube-on. 10-15 év, azt a mindenit, akkor most olyan felén van. De jó, és milyen színű. Réka, köszönöm a követést. Nekem meg építésvezetőt hívják Mukinak, ennyi. És akkor megnézzük a leakciózott lovakat, mert azt ígértük, most már tényleg Morland csapatverseny, és megnézzük a lovakat, úgyhogy lószállító. Meg felrakom a lovamra a cuccokat, tudod mit? Otthonról megyek, ti nyugodtan várjatok meg Morlanden. Azok is jöhetnek, akik esetleg most csatlakoztak be. Szia Doris! Vannak akciós lovak? Igen, leértékelt lovak vannak Morland mellett, mindjárt megmutatom, Réka. Múlt héten jöttek be. És akkor innen most csak gyorsan rádobok cuccokat. Azon gondolkoztam, hogy live-ba vagy videóba vegyem fel, hogy rendet rakunk itt. De lehet unalmas lenne a live, hogy csak pakolgatok. Emiatt nem csináltam meg. Hogy állunk most? Kantár kell. Tudod mit? Tetszünk. Koszorút nem enged erre a lóra, az se enged. Hol vannak a kantáraim? Hát ok. Így. Meddig lesznek bent? Ameddig tart az event, ez jó kérdés. Nekem, ahogy tudod, nyulam van. Igen, tudom, arra emlékszem, hogy nyuszid van. Szerintem még egy-két hetet biztos nem. Mindjárt megnézzük magukat, a lovakat. Valaki tud pontos infót, azt köszönöm, ha súg. Már is megyünk Morland mellé. Csapatnak mondom, meg Sára, te is tudsz jönni a csapatba. Hogy vagy, Doris, jössz esetleg majd játszani? 4 hét tuti, lehet 5. Akkor az easy bízi. Nagyon jó. Morland. Aha.
Összesen 5 hetet. Aha. Az is jó, 2-nél tartunk. Ha már itt vagyunk, a Star Rider-eknek van ingyen bónusz cucc. Egy kobak. Ja, meg gatyó is van, amit még én nem vettem ki, mutkó. De akkor a zöldből azonnal átvedlünk. Gatya, kobak, csodálatosan gyönyörű vagyok. Hát ez a Wednesday-esen még szebb lennék. Azt mondom, ezzel még elmegy. Van nálam gyerek táska, mert állatokkal tele vagyunk. Ez mi? Kesztyű. Ok. Ó, jobbulást. Overwatch mikorra várható? Szerintem szülinapom utáni hét, tehát jövő hét. Basszus, nem voltam fent hónapok óta, fel kell menjek. Most már azt se tudom, milyen event van épp. Nagy lovas event. Ezzel rohadt sokat mondtam, tudom. Megmutatom a lovakat, aztán lejövünk Morlandbe versenyezni. Jobbulást, Doris, mindenképpen. Pont ma dobtam ki egy covidos ilyen nyálazó papírt is, amin az volt, hogy covidos voltam. Nem tudom, minek tartottam meg. Coconut Mountain CM szerver, de ott van jobb oldalt fent. Szia Réka. Csenge, hány lovad van? 100-nál több, de majd lassan jön a videó, amit 5 éve ígérek, hogy megmutatom az összes lovat. Köszönöm szépen, Messi, a követést. Na, itt vannak az akciózott lovak. Ott, ők. Mutatom, aki kérdezte. Van egy arab teli vér, 570. Vagy nem tudom, hogy ezek most akciósak-e. 570. De szerintem igen. Köszönöm, Csenge, neked is. Akkor itt van 5-10 ér az angol teli vér. Igen. És még ők vannak itt. Lusitán 570 ér, igen, illetve Andalúz 570 ér. Én is annyi vettem, 900 körül, most nekem is így fáj a szívem. Olcsóbbak, mint ezelőtt, igen, 900 pluszok voltak ők is. Csak ugye, mint láthattátok, nekem a legtöbb már megvan, én is megvettem teljes áron nyilván. Tehát ez ugye a birtokomba van, ez is. Ez a szín nem, de most nem akarok venni Luzit. Ez mindkettő megvan. Ez is mindkettő megvan. Hát ilyenkor nekem is fáj egy picit. És itt tudunk csapatversenyt csinálni, illetve van mindig egy ilyen beöltözős cucc, ez csak egyszer volt, vagy többször adja. Valahol volt egy ilyen beöltözős feladat. Azt szerintem az van ott fenn, nem? Nem, ez a veri. Ünnepeljük a bajnokságot. Köszönöm szépen, Jázi, a követést. Igen. És ő nála van a csapatverseny, gyertek. Napi csapatedzés. De nem vagyok a csapattagja, haló. Aki itt van, az nyisson már egy új csapatot, léci. Köszönöm, Csengetari, a követés neked is. Köszi a lájkokat, már 4400-on vagyunk, vigyük fel 10K-ig, és 15-en vagyunk YouTube-on, fejeljük meg a lájkot, köszi. És jöjjünk, vegyünk be a csapattagokat. Ott a Sára, gyere. Tényleg szeretnétek tagok jönni hangba egy picit beszélgetni, vagy most csak beszéljek nyugodtan, csak azért kérdezem. Nyilván az jöhet, aki ugye játszik is éppen itt van velünk. Valaki csapatverseny. Meg vagyunk? Még valaki volt nálunk. Ki volt? Ja, Zoé. Gyere. És akkor próbáljuk meg. Bent van a Zoé? Várjál. Bent. Ok. Így lehet a csapatot. Van klubom is, csak inaktív volt, mert ugye én majdnem egy másfél évig nem nagyon tartottam SSO-t. És hát abba maradt. Aztán most újraélesztettük február vége óta. Most újra lelkes vagyok, de a klubra nem biztos, hogy lenne időm. Sőt, inkább fordítok a sorrendem, biztos nem lenne időm. Aztán majd meglátjuk, hogy egyszer esetleg újraélesszük. De nem hiszem. Hány éve játszol? 5 talán.
Még nincs hat. Ebből három szó volt klub újraélesztés. Arra emlékszek. Én 9, az igen. Az nagyon szép. Hát most már sokkal jobban lehet XP-t szerezni, meg mindent is. Régen azért nehezebb volt. Régi vagy új SSO. Mindkettő jó volt a maga módján. Az újba gyorsan lehet szintelgetni, de a régiben nagyon bírtam, hogy kellett hideg tűrő ló, dinóhoz, meg ilyenek. Tehát, hogy megvolt a nehézsége, meg a varázsa. Most már azért sokkal könnyebb haladni is. Na és ha már edzünk is, akkor egyúttal mindenki csinálja meg Beatrice-nek az edzését is. Én kb. 10 éve, 7 évesen kezdtem és 17 vagyok. Az szép mesi. Hát akkor mondhatni, hogy lényegében ezzel a játékkal is nőttél fel. Nálunk most lesz 2 éves a klub, és szerencsére szinte végig aktív volt. Ez tök jó. Nekem nagyon hiányzik a régi, hihetetlenül. Láttam egy old SSO TikTok videót, fáj a szívem. Hát, őszintén néha én is belenézek a nagyon régi verziós SSO live-okba. Beírjátok YouTube-ra, hogy Mongufta Family induljon az SSO. Be fogja adni. Emlékszek, mikor azért szintelődtem, hogy meg tudjam nyitni Dinót, hogy még a fjordok kivétele előtt tudjak venni a régi fajtájú fjordokból, mert az a kedvenc lovam. Szereted a lovakat? Igen, és nyáron szeretnék valós lovas videót is készíteni, de hogy összejön-e, azt még nem tudom. Ha úgy megyünk valahova Janával, hogy Lovarda környékén leszünk, vagy elmegyünk egyet csak úgy, akkor lehet, hogy lesz. Nem, én gyerekkoromban lovagoltam utoljára, úgyhogy abba vissza kéne mindenképpen rázódni. Köszönöm szépen Purple Plopo a követést. Megyek vissza a mókuskerékbe, nem tudom meddig tervezel a live-ot, én se tudom. Ahogy alakul. Én 2013-ban kezdtem még apával, hugommal ismertük meg egy rendezvényen, ahol promózták magukat, azóta játszunk mindketten, az igen. Van lejátszási lista is, SSO-s, tényleg induljon az SSO-s régi cucc. Ahhoz tényleg van. Köszi Imre, hogy mondtad. Rendben, Rebeka. Ha van kedvetek, gyertek nyugodtan, most a Morlandi versenyekkel fogjuk folytatni. Na már ötös a ló, tehát hogy kegyetlen gyorsan lehet fejleszteni őket most. Itt a 800-as versenyekkel konkrétan. 6-os. Én kérek elnézést. Tehát igazából most van értelme sokat játszani. Megcsinálom a napi gondozásokat, aztán megyünk tovább csak. Hát mondjuk a kezelőfelületek, meg minden, ami nekem nem tetszik, hogy ennyire modern lett, ha már volt kérdés, hogy old school vagy az új, de ezt leszámítva amúgy aránylag jó. Én mindig is a fő sztori miatt játszottam, tehát nekem a fő sztori az, ami megfogott, amit szeretek. Meddig van már ez a szó live? Nem tudom, estig. Nem kapkodok most. Vizet kéne hoznom, majd emlékeztessetek, hogy hozzak vizet. Adrien, Adri, köszönöm a követést. Rendben van, Sára, köszönöm, hogy itt voltál. Mennyit költöttél a játékra? Cseszed sokat, nem is számolom. Hát, köszönöm szépen, Hanna, a követést. Hát ugye, amikkel... Köszönöm szépen, a követést, nagyon cukik vagytok. Jézusom, Roxy, köszönöm. Nagyon-nagyon jól esik. Tehát, hogy amiket aktívan játszottam, meg promóztam, meg mindent, tehát, hogy tényleg arra építettem a csatornát, arra nyilván költök ugyanez a Fortnite. Ezzel fogjuk folytatni, Bandita már tudja. Felrobbant a TikTok. Köszönöm a követést. 80-100 ezer körül volt kb. 2 év, amikor összeszámolni. Hát nem éri meg összeszámolni, de igazából tudjátok, én mindig úgy vagyok vele, hogy ugye az embernek ez valamilyen szinten az, hogy gameplayezik, az a hobbija, és hogyha megkérdezem mondjuk egy festőt, vagy egy nagyon sokan szőnek, meg ilyen kis állatkákat készítenek fonalból, hogy mennyit költött fonalra, ugyanott tart. Tehát, hogy igazából ameddig jól érzed magad, és nem szégyelled, hogy egy játékra költesz, vagy esetleg rám is,
Tehát ez is nagyon durva, ha valaki belegondol amúgy, hogy mennyit ajándékozott nekem YouTube-on, mióta tag, mennyit donételt, stb. Stb. Hát azt is mondhatnák, hogy úristen, most egy streamerre költött az ember, hát szégyellje magát, de én mindig azt mondom, hogy ezerszer jobb, ha egy játékra, vagy pedig egy streamerre költesz, aki lehet a példaképed, a barátod, egy kikapcsolódás, egy megnyugtató emberke, mint hogyha alkoholra, drogra, vagy egészségtelen szarokra költött. Tehát mindenkinek a saját prioritása, hogy mire költi a pénzét. Mindjárt visszaolvasok, csak úgy bepörgött a chat, hogy lemaradtam. Mi a kedvenc lófajtád? A fjord. Szeretem ezen kívül az andaluszt, az őslovakat, meg meglepően szeretem a zónit. Aztán én tavaly számoltam össze, már apom kíváncsi volt, hogy 300k jött ki, nem? Hát ez ilyen. Főleg, hogy amúgy mindig hoznak be lovakat, meg mindent. Kaptam is e-mail TikTokról, hogy lassan lejár az élőadás kedvezményes TikTokra, na szép. Te tag vagy nálam TikTokon, Imre? Ja, az nem. Szerintem nem. Egyébként van egy ilyen kis feliratkozás gomb, amivel saját emojikat kaphattok, meg a heti live menetrendet, meg minden, úgyhogy ha valaki szeretne, akkor lehet csatlakozni. Igen, egy pillanat. Csak visszapörgetek, amit nem tudtam elolvasni. Coconut Mountain szerveren vagyok, de az ki van rakva. Tehát azt olvastam, persze lovaim vannak, kutyáim, rengeteget visznek azok is. Az állattartás az olyan, szia Tamás Barbara, Coconut Mountain. Én már 10 éve akarok lovagolni, de a szüleim nem engedik, de mostanában kezdem meggyőzni őket. Légy kitartó, hogyha tényleg szeretnéd. Na, majd írd meg Réka, mennyi eszéd van. Kísértés kell, ló, igen, 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 igen. Na, de most kapunk egy csomó kis eszéd, ami amúgy hasznos kódokból beváltható. Köszönöm szépen, hogyha megosztátok a TikTokon a live-ot, és köszönöm az 5700 lájkot is már, illetve sushi élő cél van, ezt se hittem volna, hogy ezt fogom valaha mondani, de ez van. Folytatjuk az edzést tovább, Morlanden. Szia, Bodzabód is, mi újság, üdvözöllek. Ja, tudsz majd élőzni, Imre, bocsáss meg, félreértettem, hát akkor egy nagy GG. Nekem már ezekből, az ingyenes cégből 563 összegyűlt. Pont ezt akartam kérdezni, szia Roxy, hogy valaki összeszámolta el, mennyit kaptunk ezekből. Én is úgy kalkuláltam, hogy már 450 biztos volt. Úgyhogy az tök jó. Tehát lassan már egy fél ló megvan. Ja, 5 napig még, de utána nem. Imre, majd mondom, valahogy bepromózzuk Imrére, majd iratkozzatok fel, kövessétek be TikTokon. Köszönöm a sushikat, Emi! 3 sushit kaptam, azt megenném amúgy. Tényleg, ki szereti a sushit? Én még nem költöttem belőle. Így már értem. Én nagyon régóta szerettem volna lovagolni, és tavaly nyáron el is kezdtem. Kb. Gyerekek. Azt a mindenit, hogy pörög a chat, mindjárt olvasom. Én amúgy úgy kezdtem el annól lovagolni, hogy volt egy osztálytársam, akinek lovardája volt, vele jóba voltam, meg apukám random kitalálta, hogy menjünk lovastáborba, de hogy mi alapján, az fingom nincs, mert hogy soha büdös életben nem lovagoltam előtte, csak így kitalálta, hogy nyáron menjünk lovastáborba. Meddig válthatóak a kódok? Azt mondják 24 óra, de nekem van, ami 3 nap múlva is működött. Csak azért vettél, de cuki vagy, köszönöm. Csak én nem látok senkit a játékban. Hát pedig van. Próbáld meg, Petra, hogy kilépsz meg vissza. Én válogatós vagyok, szóval én kimondom, hogy nem szeretem. Mármint a sushit. Minden baba lett lova, és megyek hozzá majd nem sokára. Köszönöm szépen. Köszönöm a szívlejengemet, Dia, hogy vagy Dia. Na, sushi után berakjuk a következő... Ilyet se raktam még be, gyerekek. Rakjunk be 6 ilyen barátság nyakláncos medvés akármit. Na. Loretta versenyét azt most nem csináltuk meg. Hol találom meg a kódokat? Beírod YouTube-ra, hogy Mongufta Family, és a legutolsó videók közt van egy csomó kódos videó feltöltve. Minden jó, Dia, azt örülök. Én majd arabtelivért veszem meg ingyen eszéből, az teljesen jó. Rider kód nincsen, csak SC kódok vannak. Régen mit nem adtatok volna SC kódért, én nagyon örülök neki. Ügyes ez, de
Exem ilyen, hogy inkább rossz és rossz kell, de már nem érdekel. Értem. Igen, SC-kódok vannak, a legutolsó videóim közt megtaláljátok YouTube-on mindenki, aki itt van, srácok, most az a 21 fő, hogyha még nem. Köszönöm szépen, Henny, a követést. Ha még YouTube-on nem iratkoztatok fel, menjetek át, írjátok be, hogy Mongufta Family, és hogyha nyomtok egy feliratkozást, azt egyrészt megköszönöm, vissza tudtok nézni live-okat, videókat, és megtaláljátok az SC-kódos videókat is. Illetve a közösségi fülre is van kiírva egy-kettő, amelyikről videót nem tudtam készíteni, mert éppen dolgoztam. Úgyhogy most még be tudtok váltani ilyen 30-40-20 SC-ket. Úgyhogy nekem úgy kezdődött az egész pályafutás ilyen szempontból idézőjelesen, hogy apukám beíratott minket nyári lovastáborba öcsémmel, és egyik évben mentünk, ott még nem nagyon lovagoltunk, rendben van Csenge, aztán persze nyugodtan gyertek. Eskai, köszönöm, Sakai? Te lennél Sakai, vagy ő egy másik ember? Mert róla már hallottam jót is. De hogy első évben csak ilyen lovat ganéztunk, meg így száron mentünk körbe-körbe vezetővel, és a második év, amikor másik nyáron elmentünk, akkor már lehetett egy picit szabadabban is ott lovagolni, de hát nem azt kell elképzelni, hogy akkor elszabadultunk, mint a vadállat, de hogy akkor már ugye bennünk volt, hogy mi már tavaly voltunk. Nem mi voltunk az újak, akik még sose láttak lovat. Ez ilyen. Köszönöm szépen a GG-t, Emi. Köszönöm. És köszönöm a szívlelj engemet is, arra nem hallottam a jelzést. Lehet, hogy elnéztem. Aztán már 7-es lesz a ló. Hello, Réka Turbéki. Egyszerre két helyről megy a live. Amúgy legtöbbet azzal tudtok segíteni, de ezt nyilván általában YouTube-on szoktam promózni, hogyha esetleg podcastként... Köszönöm szépen a TikTok jelet is, Emi. Hogyha esetleg podcastként hallgatjátok vissza a live-ot, hogy mondjuk közben játszotok és félszemmel nézitek meg minden, akkor ezt hálásan köszönöm, mert eléggé le volt csökkenve a nézettség, és most márciusban visszahoztátok, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki márciusban visszanézett régebbi tartalmat is. Nagyon cukik vagytok, és nagyon jól esik, köszönöm. Hello, hello, mindjárt olvasom. Sziasztok! Zara Rabbit Wolf vagyok, rendben, mindjárt nézem, hogy itt vagy-e, közben szintelgetjük. Ó, mennyi szintelés van a lovon! Megyek veled játszani, gyere nyugodtan. Köszönöm szépen a fagyit, köszönöm. Nem tudom, melyik kamera már melyiknél van, de majd csak rájövünk. Víz, vízért mondtam, hogy elmegyünk, de itt hol tudok vizet a kútnál? Várjál, nem akarom csapatversenyt, azt szeretném, hogy ez meglegyen, meg akkor még a körpályát lefuttatjuk. És utána szerzünk vizet. Most fogytam ki, köszönöm szépen az ajándékokat. Én ezt szoktam mondani, hogy nyilván szerintem a székről lefordulok, hogyha életemben egyszer majd kapok egy Leona cicát, vagy univerzumot, tehát ezek tök drága aik, de én mindig örülök az egykoinos ajándékoknak is. Tap-tap a kijelzőre, azaz, Imre jól mondja. Köszönöm. Meg én mindig a közösségre voltam a legbüszkébb rátok. Aztán másodlagos én. Úristen, ott volt melletted egy csaj, meg vagy 3 éve volt klubomban, azóta nem hallottam róla. Kicsoda! Megszólítom! Ki volt az? A Lola? Vagy a másik? Lola. Várjál, írok neki. Szia Lola. Live van. És... egy régi barátod köszönt téged. 3 éve nem látott. Én vagyok a streamer. Csak köszönt neked. Eminek hívják. Emlékszel rá? Szia, kerekes Kitty, okay. Szép napot. Köszönöm szépen, Csenge, hogy feliratkoztál YouTube-on is. Nagyon cukik vagytok. Rendben. Köszönöm, Emi, a fagyit. Hogy ne emlékeznék, úristen, de rég volt. Oda nézzetek!
Én vagyok a Lilu, családokat hozok össze, ismerősöket. Köszönöm szépen a szívlej engemet, gyerekek, családi titkok. Írom neki a YouTube plusz TikTok-on is megy. Nem tudom, mit enged el, ezt nem engedi. YouTube és TikTok. Ezt hogy írjam be neki? Na mindegy. Hát, ha majd így jelentkezik. Úgyhogy emlékszik rá, de mi hozzunk vizet a kútból. Ez tök jó érzés volt, és köszönöm Brazil a követés. Na. Kicsi a világ, de jó, hogy mondtad. Köszönöm szépen, Roxy, neked is. Itt most még kell amúgy nyomni billentyűt? Eddig nem kellett. Megyünk tovább mindjárt edzeni. De én még mindig itt le vagyok sokkal, aki esetleg rég volt, gyerekek, haló, itt is vannak lovak. Nekem ez nagyon durva. Arab telivérek. Meg lipicai. Meg a Saint Francis. Meg a Dortmoor Pony. Meg ez. Shire. Hát ez nekem itt furi, hogy itt vannak. Emi, örülök, hogy ilyen pillanat volt. Látod? Megérte, hogy itt legyél. Na! Mielőtt túlérzelgősködünk, azt mondom, hogy menjünk tovább edzeni. Jöjjön utánam, aki jön játszani, itt megvárlak titeket, és akkor innen átmegyünk Pintába. Zara is szerintem velünk van, sőt, biztos emlékszek a nevére, és már tagja egy csapatnak, úgy nem tudom bevenni. Így elindulunk, és akkor aki gondolja, az jöhet velünk. Egyszer múltkor láttam fent az illetőt, de nekem nem válaszolt. Kiléptem. Ja, Brazil, te vagy ő? Rendben. És a Lucy is elméletileg velünk van. Na gó, akkor pintai versenyekkel folytatjuk. Közben, aki YouTube-on jár, az egy lájkot is hagyjon ott. YouTube-on szuperchattel, szupermatricával, tagsággal és tagságajándékkal tudtok támogatni. Ebből a tagságajándék, ami a legszebb dolog, mert olyanok is kaphatnak tagságot, aki egyébként nem biztos, hogy lehet tag, viszont az 1000 forintba kerül. Ezzel szemben a legkisebb tagságunk, amihez jár a live menetrend játékokban a voice, illetve a saját emotok, a 199 forint YouTube-on reklámot hallottak. Köszönöm. Szia, a Coconut Mountain szerveren vagyunk, Mária, Nóra, Hricó. Dave újra alapítja a családokat. Ennyi, gyerekek, amit én csinálok, én embereket hozok össze. Mondjuk magam alatt vágtam a fát, mert elküldtem 25 embert YouTube-ra, de hát jönnek-mennek így oda-vissza. Panni, szia-szia. Én csak örülök neki, mert amúgy is, hogyha két platformon vagytok feliratkozva, akkor biztos, hogy előbb-utóbb látni fogjátok, ha tart a live. És most bevándorlunk, és elfoglaljuk Pintát, nem, az másik játéknak mondja. Nézzétek, mert oda néz, hogy rohanunk. Panni volt neki is a neve. Panni, te voltál esetleg, akire írtam, mert nem engedte beírni a játék, de hogy Emi TikTokon van, de YouTube-on is vagyok, tehát egyszerre live-olok YouTube-on és TikTok felületen is, Panni. Te neked írtam, te vagy a Lola? Próbálunk rájönni, csak ugye nem engedte beírni a YouTube meg TikTok. Régen a Mongufta szót is tiltotta. Bocsánat, hogy ilyen későn vagyok. Én vagyok a Lola, csak másik fiókom. Megadta magát, gyors át kellett jelentkezni. Semmi baj, szia Panni, megtaláltam, Emi itt van YouTube-on. Emi meg TikTokon. Gyerekek, ez mekkora moment, én nem hiszem el. Rendesen úgy örülök, hallod. Szóval, hiányoztál Eminek, rég látott téged, majd nem ezt csak úgy mondom, de hogy így azért tudtok beszélni, úgyhogy itt a lehetőség. És köszönöm, hogyha feliratkoztál YouTube-on, meg a TikTokon is bekövetsz. TikTokon megtalálod Emit jelenleg, vagy ha Emi gyors átugrik a YouTube-ra, akkor tud írni. Jap. Na! Ott az Emi! Jaj, ott még nem vettem ki a modidat. Bocsi, Emi, majd kiszedem. Igen, hosszú történet, Emi volt nálam modi is, és elfelejtettem kivenni, úgy gratulálok magamnak.
De lényeg, hogy ott van Panni! Le akarom tölteni a Star Stable, de a szüleim nem engedik. Ó, a szomorú csenge. Lehet, hogy majd idővel megengedik. Mondjuk én talán a gyerekemnek ezt engedném a leghamarabb, mert nincs benne vér, nincs benne öldöklés, verekedés. Egy-két ijesztőbb rész van benne a fő történetben, meg halloweeni frissítésben, de a szülői engedélye, tehát leülne mellém, és megmutatnám neki, hogy eztől nem kell félni, stb. De szerintem azért abban voltak ijesztő részek. Hogyha azt nézem, hogy mondjuk leültetek egy picit a gép elé. Verekedés van, jó, de lehet, hogy még az illető nem tud olvasni. Azért ezt nem rád mondom, Csenge, mert te nyilván tudsz, mert írni is tudsz. Csak hogyha mondjuk kisebbeknek ajánlom a játékot, akkor nyilván a chatet meg sem mutat. Ne, ezt nem kell felnyitni. Köszönöm szépen, Szafi, a követés. Igazából én szinte sosem nézem, pedig csomó szó írtok, meg minden, csak én nem szeretem az ilyen műbalhékat, rengeteg van itt is. Stumble Guys-ba is, mindenhol van balhé, gyerekek. Csodálom, hogy a Fortnite-ban nincs, de hogy mindenhol van. Jaj, mikor még James adta... Ki az, akinek még James adta itt a versenyt? Csak kérdezem a chatet. Hányan vagyunk, akinek még itt a James adta? Köszönöm szépen, Abi, a követést, köszi. Köszönöm, Lili, neked is. Közben 6 darab barátságnyaklánc van élő célba, hogyha valaki szeretne meglepni engem. Barátkozzuk. Na, Roxynak volt olyan. Azt úgy sajnáltam, hogy elvették tőle a versenyt és ennek a Syndra-nak adták. Egyértelmű volt, hogy James az azért jövök Pintába, mert meg akarom csinálni a versenyt. Úristen, idén lesz 9 év, vagy elkezdtem játszani ezt a szóval. Az igen, Patrik, az kemény. Az kemény. Ja, azért nem engedik, mert fizetős. Hát, az megint egy másik kategória. Esetleg a Star Rider-séget én szoktam ajánlani a születésnapra, karácsonyra. Úgyhogy valószínű, hogy azért a legtöbb helyen a család azért ajándékoz, ha van lehetősége. És akkor én azt szoktam mondani, mint amikor régen valaki kérdezte, hogy hogy lehet tag, hogyha nem engedik a szülei, és volt, aki megkapta névnapjára, születésnapra a 199 forintos tagságot, de megkapta. Már nagyon rég láttalak, rád írhatok. Ez szerintem nem rám, ez szerintem Eminek szól, de Panni, a közvetítést azt nagyon szívesen, tényleg szívvel, lélekkel segítek bármikor. És ez most nagyon szép pillanat volt. Rám is rám írhatsz, Panni, csak nem fogok tudni, miről beszélni veled. De a Mongufta közösségünknek aktív tagja lehetsz, én várlak szeretettel, meg mindenkit is. Mindenhol is megtalál, ennyi. És köszi, de nagyon szívesen máskor is. Másik 3-4 év múlva ugyanígy Panni bármikor. Hello! Nagyon szép a profilképet, csak nem tudom a nevet kiolvasni, mert csak egy pillangót látok. Secret Adol talán. Bocsáss meg, az angol tudásom nem a legjobb. Coconut Mountainon. Hello, hello, Tomi. Ó, új neved van. Hello, mi újság van? Na, innen át megyünk Délpatára. Hogy vagytok? Jó, csak a technika mindig szarakodik velem. Hol a kamera, hol az OBS, hol a TikTok stúdió, de ezt leszámítva amúgy jó. Úgyhogy minden királyság. Akkor már gondolom a fővárosba vagy. Én is ezt nem titok. Ennyi. Ennyi, ami. Na és milyen volt visszajönni, vagy te előtte is pesti voltál, Tomi? Ezt nem tudom. De már nem emlékszel rám, régen minden live-ban itt voltam. De melyik Panni vagy? Azért nem tudom, mert volt a vietnámi családos Panni, akik eljöttek az első találkozóra, és rendőri kíséret volt a Mongufta Talimár apukája rendőr. Aztán volt több Panni is, és így azért nem tudom. Most egy ideje nem játszottam, aztán nem tudom, hogy mi újság van. Hát a First Story az nagyon sok mindent alakult. Most már nagyon ilyen varázslatos Harry Potter jellegű, én azért szeretem. Most már vannak Morlennen, és lovak vannak.
Az nem tudom hirtelen, hogy hol van. Én a 16. kerbe, ez nem titok, ezt el szoktam árulni. Melyik Panni vagy? Milyen néven voltál ezt a szón? Mondjuk hát Lola. Most találtam meg, de azért tegyek még fel hülye kérdéseket. Én vagyok Alice. Szia, Vico. Rendben van. Ott vagy, Alice. Látlak. Gyere. Látlak. Lola, Hikebird, igen. Te nem nagyon sok izét nyertél, Panni? Nagyon sok outfit faktort? Lehet hülyeséget mondok. Rendben van, Réka. Igen, igen, most update van. Majd mikor minél többen vagyunk, megállunk, csinálunk képeket következő indexre. Gyere, Villő, gyere, gyere, gyere. Mindjárt 7000 like-on vagyunk, és 6 darab ilyen macit tettem élő célba. Illetve van egy civilai engemetek, azt hálásan köszönöm. Kapcsoltunk DC-t, csak kérdeztem Villa, hogy van-e, aki szeretne közben beszélgetni, és nem nagyon volt. Aki fent van a játékban és tag nálam, az jöhet. Csak ennyi a feltétel. Nem kapok Star Rider-t, mert nem akarnak kártyaadatot megosztani. Pedig amúgy nem hazudik a cég, tehát nem veszi el meg semmi. De PayPal-ról is tudtok, mondjuk hát arra is át kell utalni, én PayPal-t szoktam használni a saját kártyám helyett. Rendben, oké. TikTokon is megtalálsz minket, Panni. Rendben, oké. Ó, szarót váltottál, nagyon kedves tőled. Én úgy csináltam, de azt nem engedi, hogy letöltsem, sajna, értem. Nekem sajnos mennem kell, rendben van, Bandita, örülök, hogy itt voltál és jöttél játszani, és szia-szia. Rendben van, Villő, mindjárt kapcsoljuk, csak ugye a technika ördöge, az még a Discordon ne szarakodjon velem. Hello, beszélj, légy szó, hogy hallatszódsz-e? Halló? Most megállt a kép, tudom. Itt vagy, Villő? Jutalva itt vagyok, igen. Jó, bocsi, csak muszáj volt megnéznem. Tehát, hogy konkrétan, ha visszanézed a live elejét, nem láttam a chatet, meg hasonlók, tehát, hogy minden napra jut valami. Ja, azt láttam. De konkrétan február óta nincs olyan live, amit úgy kezdek el, hogy valami gubanc ne legyen. Vagy hát nem tudom, nagyon kevés. Star Stable-ben nagyon bizalmas játék, csomószor vettem eszét, sosem vert, tehát valóban. Már nem emlékszem, hogy volt, de azt tudom, hogy ezen a fiókon mindig a YouTube mindig van YouTube tagságom. Lola Heming? Vagy van még azóta YouTube tagságod? Ha be tudnál lépni, akkor egyrészt lehet lemondanád. Köszönöm, hogy nem tudsz, mármint viccelek. De hogy megnézném, hogy hány hónapja vagy tag. Amúgy biztos vagyok benne, hogy 2-3 tag az tényleg úgy tag, hogy egyszer tag lett és úgy maradt azóta. Ebben meg vagyok győződve róla. De én nagyon hálásan köszönöm mindig azt a 199 forintot. Megveszem én is azt a lovat, ami neked van. Vegyed. Nagyon megtetszett. Van DC-szerod is? Igen, Réka, csak nagyon keveset használjuk. Mennyivel tisztább a hangom TikTokon? Ne csesz már, hogy az OBS-en már a hangom se jó. Nyugi. Igen, a TikTokon jobb minőségű, mert más hangsávot néz. Rendben van, Szonya. Ott a Szonya. Szép a szetted. Amúgy engem is érdekel, de eski tudatosan hagytam meg, köszönöm, Panni, viccet félretéve. Minden 199 forintos tagság sokat számít, gyerekek. 95 tagunk van jelenleg, mert bedobtam 5 ajándékot, ugye? És John is egyet, ő lett a hónap első támogatója, de ha valaki szeretne taggá válni, megteheti YouTube-on. Köszönöm. Újra telepítem a játékot, remélem megjavul. Úgy legyen. Volt valami könyörgés, azt várjál, szeretem, elolvasom. Ajaj. Megértem, én is így voltam, míg nem könyörögtem ki. Ennyi. Én emlékszem unokaöcseimre, amikor valamit, ja, hogy hozzánk feljöhessenek Budapestre, nem akarták könnyen felengedni őket. Noémi, köszönöm szépen a megosztást, ösztönöz a többi nézőt. Mindenki ossza meg! Jó, köszönöm. Na, tehát, hogy... És emlékszem, hogy így elhangzott előbb, de könyörgöm, hagy menjünk fel Budapest, könyörgöm! És végül is feljöttek, tehát, hogy hatásos néha. Akkor sikerült. Igen. Azóta is az a kép van bennem, hogy a kisebbik unokaöcsém nagy gülű szemekkel néz az anyukájára, és könyörgöm. Cuki. Akkor még nagyon cuki volt. Már nem, most meg már az a baj, olyan nagy, már nem cuki. Már olyan nagy fiú, hogy nem hívom cukinak. Hát most már kész férfi barátnője van, táncversenyeket nyer zsinórba, úgyhogy kinőtte magát a Máté. Az igen.
Hát igen. Meg már lassan magasabb, mint én. Mondjuk az nem nehéz. De nem vagy valami nagy nevés. Nem. Én mindig 100, én ilyen 180-173-ra hazudom magam, de Jana szerint 168-nak is jó az. Jó van, de egyszer megmértem, akkor komolyan 173 volt. Na, lehet hibás volt a mérő. Akkor én magasabb vagyok nálad? Hát attól függ. 175 vagyok. Van közös pillanat, mindjárt megnézem, köszi Rozi, hogy szóltál. 2839 SC-je van, aki nem lépett be, ugye te voltál az Réka. Az szép? Én majd szülinapomra vagy karácsonyra kérem. Én mindig azt hittem legalább 180 vagy. Elméletileg vagyok, de gyakorlatilag azt mondják, hogy nem. Majd gyerekek, valamikor lemérem magam, lefotózom. Valami orvosnál vagy valahol biztos le lehet méretni, de most csak azért nem megyek el orvoshoz. Mondjuk létezik olyan is, hogy centi. Egyszerűbb. Rendben, szia, Viko, örültem, én is várlak máskor is, bármikor, bármilyen live-ra. Mert nálam ugye nem csak esze szó van, nagyon sok mindennel játszok. Na, van, aki azért nem szeret amúgy. De hát ez ilyen. Amúgy, azt már olvastam. Én nekem meggyőződésem, hogy 173 vagyok, de majd hallod, valaki hoz a szülinapomon mérőszalagot, lemértek engem. Már látom előre, hogy 6 darab mérőszalag lesz. Simán lehet. Na, kész lett a hajad, Villő? Igen, igen, kész van. Bocsi, csak közben beszélgette. Apa, várjál már! Hallod? Semmi baj. Családi titkok. Na, a tojáslevesről beszélgettünk. Ja, igen. Szóval... Emi szerintem te magasabb vagy, de te alapból magas lány vagy. Na szóval igen, elkészült a fajkoronám. Na. És akkor fekete? Elvileg jobb lesz. Fekete, igen, még mindig csak ugye ledobta a festéket az első festésnél. Azta. Mert hogy szokta, nem az egészet, csak ilyen foltokba. Az úgy kellene. Figyelj, olyan voltál, mint a dalmata. Hát amúgy annyira nem volt felszínű, de volt egy néhol ilyen világos barna. Foltok a hajamban, szóval nem baj, megoldottuk elvileg. Na, itten vagyok, actually, én valami 160, azt hittem, es van mérőszalagotok? Hozzám általira. Hova megyünk ezután? Mert akkor az agyamra. Meg kitaláljuk. Jó. Akkor várok. Tudtok alá ajánlani ilyen hely változtató, várjál, nem tudok olvasni verseny közben, alkalmazás? Hát nem! Ja! Jó, nem olvastam végig. Azért, hogy tudjon csatlakozni Erdélyből. Jó, azt hittem már azért, hogy ne találjon meg a GPS, hogy hol vagy. Túl sok rendőrös sorozatot néztem, na! Az a baj, hogy én nem tudom, hogy kell, de valahogy a VPN-t kell talán megváltoztatni, nem értek hozzá, csak volt egy vers, amiben benne volt a VPN szó, azt szavaltam régen. Hova a retekbe kell menni? De ez nem Minecraft, szóval. De elvileg lehet kérni Erdélyből is, hogy magyar szeróra átrakjanak, ha írsz e-mailt az SSO-nak. Talán. Na mondjuk én át akartam menni annó külföldi szeróra, de nem engedtek. Ó. Oh. Bár mondjuk az lehet más, hát nem tudom. Mindjárt nyitunk újra csapatot, mert közben a csapat szétkopott. És utána lemegyünk a remetéhez. Gyertek ide a karámba, és akkor itt beveszek embereket csapatba. Mérőszalagunk nem hiszem, hogy van. Miért nincs, ha nem méred magad, es? De es alacsonyabb, mint én. Hány centi vagy, es? Mindjárt kitalálom. Már nem az, hogy te, hanem hozzád viszonyítom magam. 200 IQ. Viszont ez valami tényleg nagyon, hát, hogy is mondjam, azért elszörnyűködtem. Na. Hogy... összegyűjtötte azt a rengeteg sok ilyes, de tényleg nagyon-nagyon sokat, a medálokat is tudod, amit a bajnokságokért kapsz, uh-huh. Meg ilyesmi. Mindenből nagyon sok volt, legalább 100 000 Jorvik slinket összegyűjtöttem. Gyerekek, a 10 emberből 3-an maradtunk. Hova lehet a csapat? És 2 szettet nem tudtam összeszedni belőle. Én azt hittem, abból sokkal többet fogsz amúgy. Várjál, hol a remete? Ott lent. Én számítottam rá, de azért ennyire. Hát, én neki se állok a szettek vásárlásának. Mennyim van? 2006-10, semmi. Hagyjad. Meg engem az zavar nagyon, de ez is nyilván a pénz miatt van, hogy nem lehet többet gyűjteni, mint 10 000. Hogy felekszel valaki az egyen fjordjával?
Én se értem. Ja, hogy az egy első generációs Ford Arról a kb. Tesla valaki. Fél órája beszéltem arról. De szerintem nem arról van szó, hanem valaki látott valakit, akinek Ja, van egy. lehet, lehet. Neked mennyi eszéd van? 5592, és büszke vagyok rá, hogy 2 éve nem vettem, azóta megvolt, föltöltöttük 20-ig, 2,5 éve. Aztán most fog elfogyni, pont mondtam Janának, hogy lehet, hogy decemberbe kell vegyek. Hát jó, mondjuk, ha nem játszol úgy Mert azt akartam mondani, hogy egyszerűen. másfél évet kihagytam, úgy nem volt nehéz, azért hozzátenném. Nem, de nem teljes hagytam ki, csak nem voltak live-ok, csak megvettem ugye az őslovakat, annyi volt a játékom. Na, szia! Megérkeztél, ahogy látom. Igen, mindjárt beveszünk a csapatba is, várjál. Na, Panni van a fjorddal. Azt majd ide jössz, Panni, megnézem. Én szeretem. Ja, akkor ez Panninak szólt. Beszóltak Panninak, azt a mindenit. Szegény. Azt hiszem, költek ezek. Hát én is úgy voltam vele. De most a három lóból ez tetszett a legjobban. Tudtam, hogy mindháromat nem veszem meg, mert azért valamilyen szinten akarok még spórolgatni. Mert nem tudom, mi van nyáron ilyen nagyobb. Van valami strand event, akkor biztos jönnek A be megint Szivárvány valamik. Fesztivál. Igen. És mi van még ősszel? Hát ősszel a Halloween van már. Ilyen nagyobb cucc. Melyik bántja a Pannit? YouTube-on. Jaj, Ash majd kikerültem. letiltja, ha sokszor bántja, de ez még a flexel, az még elfogadható, az még nem annyira bántás. Sellő lovak, kegyetlen csúnyák. Én szeretem Én őket. szeretem őket. Én is. Szerintem nagyon kis cukik. Jó, de mondjuk én a sárkány lovakat is szerettem. Én is a zöldet szerettem, a másikat nem. Én meg a pirosat is szerettem, de csak azért, mert a Heroes Might and Magic-ben volt egy vár, ahol a piros sárkány volt a fő utolsó megszerezhető lény, és ugyanolyan színű. Tehát ki mit Nekem miért azért szeret? volt fura, mert mert a sörénye, vagy hát nem sörénye, hanem taraja, hogy mi A az meg kakasnak, lila igen. volt. Ezt most megkaptam, nem amúgy én most legmagasabb szintű kiedzetlen lovam, úgyhogy most ráálltam. Inkább ülj a lovadra. Ha! Jó, oké, értelek, és nincs halag, rendben. Köszönöm szépen, királylánya követi. Úristen, egy királylány követett be. Hát köszönöm. Nincsen se királyságom, már elkelt, fele vagyonom is elfogyott Janára, úgyhogy én csóró király vagyok, de a királylányoknak mindig örülünk. Piros sárkány dungeon, a 7. fejletlen szintűje. Jó, te tényleg, te is hírosztál, Sketi. Valamikor nosztalgiából akarok Heroes Magic and Might live-okat is csak. Annó TikTokon live voltam egyet, és tök sokan nézték úgy, hogy se fészkem nem volt, se mikrofon, csak játszottam. Első live-om volt. Nézték, vagy 8-an. De Mi? minek? Stratégiai játék, 2003 körüli. És tök sokan Mikrofon nézték. se. Semmi. Akkor csak teszteltem, hogy működik. Elég király. Ugye? Csak a játék ment. Heroes 3 a legjobb, most adnak ki hozzá társas játékot, bár az nem tudom mennyire fain. Csak te feldobta a cikket a napokba a valami oldal. De ma játszottam SSO-t, tök jó Adri. Tele vagyok, küldivel! Hát most úgy komikó visszatértem, nekem is így hirtelen vagy 8 sárga felkiáltó jelen volt. És még mindig van, nem csináltunk meg ám mindent. Csak mondom. Ezt most nem kell, csak mindig rányomok, mert hülye vagyok. Legundi Blow SSO-ba a harmadik Genes Freeze. Azt így nem Ez tudom. tényleg. De miért? Hát a legújabb frízek. Az miért csúnya? Hát azért, mert egy kötegben van az egész Közös haja, vagy ilyen pillanat. sörénye. Köszönöm, hogy valaki Minden. szólt. Ja, meg amúgy PayPal-on is tudtok támogatni, most reklámozza a Nightbot. Azt mindig elfelejtem mondani, de azon is tudtok. Pedig még az a legjobb, abban nem volt semmi. Amúgy igen. És emlékszek, hogy a... kérdezted, hogy hova menjünk? Steve. Jó. Steve van. Megyek hozzatok. Rendben, hozzánk gondolom. Gyerekek, 32 új követő. 30-an vagyunk TikTokon, hát üdvözlök mindenkit. Kikerült-e forjúba? Újra igen, mert már volt egy ilyen dömping ma. Hát jó szórakozás, sziasztok! Én Dév vagyok. Szeretem a lovakat, ha ez nem derült volna ki. Kedvencem volt, mutka valaki megkérdezte, szereted a lovat? Nem, kínzom magam. Ilyen játékkal játszani.
Amúgy tényleg, és mondom, apukámnak köszönhetem, hogy megszerettem a lovakat. Amúgy semmi közöm nem lenne a lovakhoz. És szerintem amúgy nem azért küldött minket lovas táborba, mert tudta, hogy szeretni fogom a lovaglás, hanem azért, hogy ne legyek otthon. Addig se kell veled foglalkozni. Nem, minden nyáron én örültem amúgy, hogy táborba voltunk. Csak nyilván akkor ki tudtak kapcsolódni, láttam ott előle is. Nekem ennek a lipicainak az ugrása nem tetszik, amúgy szép minden. Na várjál, majd mindjárt ugrálgatok vele. Nézzük meg. Hát, nekem a múltkori lónak nem tetszett az ugrása, emlékszel, Villő, azt még fikáztam is. Úristen, az a ló az nagyon szörnyű volt. Azért mondom, hogy ahhoz képest nagyon szép. Szia Zsófi, az egyik ez a lipicai, a másik kettő, mi segít, súgjatok. Holland. Én andalusz mondtam volna, köszi. Hollandok. Azt hiszem holland. Teli vér. Vagy nem tudom. Köszönöm szépen, Kingus, a követést. Amíg nem unom meg az umpalumpát, addig ez marad. Annyira izé sok ló van, meg mindig jön be új, hogy már nem is... Halies! Rili a játékos nevem, Riley. Van olyan újságos is Budapesten, ott lehet venni Mondó magazin. Többek közt. Nem mindegyikbe, múltkor kérdeztem az egyikbe, azt nem volt. Köszi, amúgy hollandok nekem nagyon tetszenek, de azt hittem múlt héten jöttek be. Nem. Nem tudom, próbáltad el már, de alá ajánlom a Sky nevű, ezt mindjárt elolvasom. Játékot. Az is lovas? Most jött ki valami lovas Steamre amúgy tök szép grafikával, ingyenes. Majd szeretnék belőle videót vagy live-ot, de még nem tudom mi a neve. Csak most jött ki valamelyik héten. Fenn volt nekem jellezve, hogy jelezzen, ha kijön. Bár nem tudom ki az, aki mással is. Az Alíciát meg nem tudtam megcsinálni, gyerekek, akartam azt is, és nem indul el. Addig eljutok, hogy leupdate-eli, és úgy hagyom, és eltel fél óra, és akkor se tölt be. És igen, nekem is nem fogja meg se a vírusírtó, se semmi, de hogy konkrétan egyszerűen nem tölt tovább. Múltkor direkt úgy hagytam fél óráig, és semmi nem lép be, úgyhogy Alícia még mindig nem lesz. Sky, mindjárt fotózom a kommentedet, Zsófi, és majd rákeresek. Hello, Abi, mi újság, hogy vagy? Régen arra az volt a megoldás, ugye, hogy a setupot megcsinálni, megcsináltatni újra a játékkal. Megint, nem tudom, hogy ez működik-e még. Hát, nem tudom, majd megnézzük. Lehet nem jó sorrendbe töltötted le. Hát már nagyon régóta fönt van a gépemen. Nem tudom, hogy kellett-e most itatni amúgy, csak reflexből itattam, bocsánat. Na, hello! Itt is van a Riley. Gyere, még pont befejezd a csapatba. Lőjünk egy képet a szarokkal! A háttérbe. Rendesen fut Win10-en. Nem értem, hogy nálam miért nem. Lesz a 008-asat kell, és utána a második linket. Lehet, hogy újra megpróbálom valamikor, hogy letörlem és teljesen vissza. Nagyon rádáltam. Ó, betelt a barátlistám, pedig múltkor amúgy emlékeztek, jön, aki törölte random az embereket véletlen a Outfit Faktornál. Úgy szépen. Nagyon jó. Instagramra is kiteltitek, ha még valaki nem követett be Instagramon, Mongufta Family néven találtok ott is meg. Ez így ilyen pöpec. Jó ez. Szia, sajnos most nem tudok menni. Szia, Justin, attól üdvözöllek. Annyira csak telefonon lehet játszani, mert egy telós játékból is csináltam már videót, meg live-ot. Most nagyon visszafügtem a Brawl Stars-ra, 3 nap alatt kivittem a paszt, amire több mint egy hónap van. Ez majd elárul valamit. Igen. Megkérlek, Villő, majd, hogy induljunk el a hordóshoz, te lesz az iránytű. Melyik hordóshoz? Akkor, ahol a krumpli is Marley van. Farm-e? Arra, igen. Mert több hordós van? Azt hiszem, igen. Ó, de jó ez a ló, ja, ez a... Ja, mert van a üzén is például az... Jó, a szettet hozzá. Köszönöm. Ez a barna-zöld kombó, ez amúgy jó illik hozzá. Ez vagy ilyen tavaszi koinos volt, vagy megvettem, nem tudom. De szerintem koinos volt. Mm. És mire költötted a sok ilyes? Beakadjon. Azaz, akasszuk be. Én kitűnök innen. Nem baj. Az is a limitált, na szóval eventes szett. Ja, hát elnézést a eventeken. Régen én is rengőszettet vettem, amikor még nem 10 000-ek voltak a ruhák, hanem 2005 meg 5 000 maximum. Emlékeztek még arra? De jó volt. Hát nagyon rég volt. Hát azért mondom, nem ma volt. De egy kesztyű 1002 vagy 1008.
Nem volt De mondjuk 2000 most se. kicsit visszafogták magukat. Most már nem voltak 10.000-es itemek, csak a tavalyiból megvettem egy szettet, ott hát ilyen juhú! 9900. De az új szett az olcsóbb most. Mennyi most? Hát ilyen... 8000? 6000 körül, 6-7000 körül. Az még az tényleg jobb, mint a 10. Azt igen. Aláírom. Szóval én most be vagyok vásárolva. Innentől kezdve ezzel be kell telni. Hogy mondják ezt? Be kell telni? Nem. Be kell érned. Érni. Azaz. Igen. Be kell érni. Hát ez a közös a várakozás utáni vásárlással és itt a célba érés, hogy mindkettőbe be kell érni. Ja, mondjuk amúgy próbálom így eldönteni, hogy mennyire érte meg 4 hónapot folyamatosan rekordozni, meg... Figyelj, több szetted van, mint nekem így, max. Tényleg, kinek? Hát ki az, aki minden szettet összegyűjt? Én régen akartam, de miután ilyen árakat tettek be, meggondoltam magam. Ja, meg ennyi szett van. Lószintelés. Igen, lényege, hogy legalábbis amire jutottam, hogy szellemeket kell túlvilágra segíteni. És nagyon szép. Na, majd megnézem. Ez még a Sky. Csak még most olvastam el. Na, Villa, amúgy neked meg a live-odról mindig kapok értesítőt szinte. Csak nem mindig király, tudok egyből benézni. Nem kapok. Soha. Más is, Imre is jelezte, vagy valaki, azt hiszem, Emi, valamelyik öltök mondta, hogy a TikTokomról soha büdös életben nem megy értesítő, hogy live-olok. Pedig sokszor hamarabb indítom, mint a YouTube-on. Köszönöm, Gracie, a követést! Na, én viszont mostanában meg a YouTube-ról szoktam kapni. Na, annak örülök. És akkor még van a krumpli hordó. Umbridet lovasjáték, amit láttál? Lehet, hogy az, nem tudom, most lett ingyenes, nem réges. Lefotózom. Steamen van, azt tudom. És aránylag szerintem szép grafikájú. Hello Hunor, rég láttalak, mi újság mostanában? Meg úgy mindenkinek, hogy teltek? Jó teltek az ünnepek? Ki az, aki ma már szok, már mint hogy... Ki az, aki ma már szívott azzal, hogy iskola volt? Mert azért nem tartottam délelőtt live-ot, mert nagyon sokan jeleztétek tegnap, hogy majdnem mindenkinek iskola volt. De milyen szar már bemenni ma meg holnap? Pénteken hát meg sokaknak amúgy... nem kell, mert hogy elvileg ott valami pályaorientációs cuccok vannak a legtöbb gimibe. De amúgy az a szerencsés, aki most ment vissza, mert nekünk ugye 8-ától kezdődik, de mi tovább maradunk nyáron. Ja igen, hát azt gondoltam. Oké, rendben van, és Zsófinak is ma már volt suli. Ez milyen fajta ló? Most hozták be ma, kérlek szépen, lipicai. Ezt ma hozták be. Nekem volt suli és elment. Aha. Én nem értettem miért kell. Jó, ha kevesebbet lesznek nyárig, de hát na akkor is. Ja, itt vártok ránk, én meg még most lettem kész. Van közkívánat, hogy hova szeretnétek menni kövé edzésre? Hol csináljuk? Hát akkor menjünk mondjuk logikusan a Báron, őt már csináltátok? Nem. Akkor mehet a Báron, de akkor először kezdjük, igen, a birtokot írták közbe cseten is. Akkor kezdjük azzal, hogy a Báron ő versenypályája, mert onnan megyünk vissza, annak van értelme. Igen. Menjünk el a versenypályáig. Csatlakozhatok a játékba? Hát hogy a viharban ne? Bárki csatlakozhat, gyerekek, itt nincsen csak nem tudok mindenkit bevenni csapatba, ez az egy, ami szomorú. Bár lehetne olyan, hogy bármennyi. Szia! Nem amúgy, mert erről is lesz valami update. Igen, Kinga vagyok, most már fix, hogy megyek szombaton. Ó! Azt nem, na, még egy ember, aki fix és jön. Nyomtam egy bekövetést a modis fiókomról, Kinga, és akkor neked is majd még írok, este írok azoknak, akik lehet, vagy biztos, hogy jönnek, pár utolsó információról. Mi lesz szombaton? Előszületésnapi Mongufta találkozót tartunk Budapesten, a Margit szigeten. És igazából társasozunk, kicsi vlogot készítek, beszélgetünk, eszünk, iszunk, ilyen közönség találkozó lényegében. Mert lesz majd születésnapom április 15-én, csak előre tartjuk, mert 12-én műtik az én csodás feleségemet, és sajnos... Ja, kis a bazd... Igen... Bazd meg... Jó, bocsánat, tényleg nem. Ki az a Kinga? Azon gondolkoztam, hogy milyen Kinga nevű nézőm jön. Jó, Kisa, ezt majd megbeszéljük, hogy lekingáztalak, elnézést.
Elhagytatok, bocsi, majd itt megvárunk egy picit. Köszönöm szépen, de 15-én a szülinapomon tartok live-ot, csak tavaly is az volt a legnagyobb élmény, hogy együtt ünnepeltem veletek, és most a műtét miatt tartjuk korábban. Megint nyári gyakorlatom lesz. Kitartás, milyen dologban lesz a gyakorlat? Úgyhogy Kisa, örülök neki, tényleg Kisa volt az egyik kérdőjelesem. Na, akkor ez jó arány, meg két kérdőjelesem volt, egy nem jön, egy meg igen. Jó van, rendben van, Kisa. Megbeszéltük. Úgyis társasozunk, majd kikapok benne. Értettem. Pont ezt beszéltük Janával, hogy Kisa, aki az egyik legrégebbi olyan mongufta, hogy jár a Talikra, meg a Sketi. Ti ketten voltatok talán az elsőkön is. Akik már akkor is ott voltak. Az ős találkozókra járó mongufták. Baráti fight. Amúgy skanderezni lehet majd, mert mondtam, hogy tartunk skander bajnokságot akár. De ha valaki kitori a másik kezét, megverem. Mármint, hogy... Jó lenne menni, de programom lesz. Semmi baj, nyáron is tartunk találkozót. Az nagyobb kaliberű szokott lenni. Ez most tényleg csak egy ilyen pár órára összegyűlünk és örömködünk. Mondjuk nagyon külön korcsoportok vannak, tehát mondjuk egy, nem tudom, felnőtte egy kisgyerekkel szkanderezni. Igen, hát akik jönnek, szerintem ott 14 alatt nem lesznek. Tehát, hogy most igen? Már inkább, aha. Ennyire nő fel a közeg? Hát ennyire, bizony. Már pont, én is felnőtt vagyok. Hát ezt akartam, pont mutkó beszéltük azt is, hogy most már nem is annyira vannak, jó, vannak nagyon picik is, de akik Talira jönnek, azok nem. Tehát most már tényleg szerintem 14 év alatt nem sokan lesznek szerver. Jobb felső sarok amúgy, Coconut Mountain. Szia! De ez nem azt jelenti, attól örülök én annak is, hogyha valaki kisebb és úgy jön. Kisa volt az ilyen tényleg úttörő, hogy még 10 év alatt volt, mikor hozták. Az azért mi kemény. Aztán már nem hozzák, már maga jön. Szia Dave, jó lesz a szó live. Szia Team Wolf, örülök, ha tetszik, hogy vagy. Ismét egy közös szülinapozás legalább. Egy rohadjál már meg, te víz! Nem, Dave, kedves volt eddig, ne dühíts fel a nézőket, ne mutasd meg, hogy milyen vagy néha. Nyugi. Csak bénáztam. Semmi nem történt. Egy közös szülinapozás, Gucci táskát, vagy valamit mindenki hozzon nekem. Én kérek születésnapomra Kisától egy Gucci táskát, hogy minek? Nem kérek amúgy. Megvártok? Igen, igen, még van egy verseny, egy picit megállunk, hogy utolérjen minket. Őskori mongufta vagyok, így van, Sketi. És azt már megtudtam, hogy valószínű lesz kártyanyítás, úgyhogy nagyon nosztalgikus lesz a születésnapi tali. Úgyhogy... Gyerekek, első videók közt volt Yu-Gi-Oh! Kártyanyitások, meg minden, 5-6 éve, és lesz, megismétli a történelem önmagát. Tőlem ezt skanderveszteséget kapsz. Pont azt kértem a szülinapomra. Eli, köszönöm a követést. Nagyon durva amúgy, hogy dupla háromas leszek, halljátok. Amúgy meg lélekben ilyen 21-nek érzem magam sokszor. Amúgy Jana megmondta a tutit, hogy egyrészt ő, mert fiatalabb, meg ti tartotok engem fiatal losan. Mennyien vagyunk, de menő. Lőjünk képet. Tehát, milyen jobban is látunk. Amúgy igen. Ez a mondat elhangozhat itt egy nagyon kellemes közegben, vagy pedig egy buli vége felé nagyon rossz szituációban. Nem feltétlenül. Jó, lehet, hogy az elején igen. Mert hogy ez lesz a felbuzdító, amit elindul az ötlet, hogy menjünk el bulizni. Azaz. Ha már itt tartunk, akkor már. Annyi. Nekem az új kedvenc lovam a játékban az új San Francis. Szép az is amúgy. Kicsit öreg vagy, de nem baj. Mi az, hogy öreg? Az a bajom, úgyhogy igen. De levágom majd pénteken a szakállam. Most azért növesztem, hogy frissen vágott legyen. Melyik szerver? Gyerekek, tényleg senki nem látja a jobb felső sarokba, hogy Coconut Mountain, vagy csak könnyebb kérdezni, mint nézni? Amúgy Coconut Mountainon. Mehetünk tovább, megvártunk mindenkit. Gyerekek, mint a régi szép időben, mikor 68-an nézték alá, jó, mondjuk az a fénykorunkban volt. Meg az esősónak a fénykorában. Igen. Levágom én neked a szakállat, gyönyörű lesz. Nem a szakállamhoz, csak Jana érhet, meg én. Ó, ne hidd, Réka. Nyári talim volt, aki a Balaton mellől, volt, aki majdnem az ország széléről jött. Tehát, hogy nyáron hamarabb lehozzák a szülők az embereket, hogyha úgy van.
Kerti versenyt is csináljuk, vagy csak a bárónő Mindent, pályákat? kertit is most. Aha, mert most Akkor mondtam, hogy kezdjük most azzal. sokat edzünk. Úgyhogy kertel? Jó. Pécsről is jöttek annó hárman. Nem mondunk Ide neveket. is Pécs. Köszönjük szépen! De amúgy igen, ő mondjuk már kutya nem tudja ki ő. Szegény, ha ezt meglátja. Nem, amúgy, na velepülő néha ilyen, tényleg ilyen fél évente egyszer beszélek, hogy mi zuhan vele. És én tudok sok mindent, amit ti nem. Én is sok mindent tudok, amit ti nem. Mármint ti tudod. Erika Hegedűs, köszi szépen. Te tudod, hogy ki a barátja, aki mongufta, mert nekem nem árulta el. Azt nekem sem. Csak az annyit, hogy mongufta, mert ő is nézett engem régen. Pedig ki akartam szedni belőle, de tiszteletbe tartom, hogyha nem mondta meg, akkor nem mondja meg. Na majd én megtanultam, én nem tartom tiszteletben. Jó, és akkor utána lesúgod nekem, megbeszéltük. Élő Jó. adásban. Jesse, köszönöm szépen a követést. Ó, a kerti verseny még nincs meg neki, nem baj, csicskulni kell fönt. Köszönöm, Pati, neked is a követést. Ú, most már több Patink is van. Új Pati, üdvözöllek a cseten. Nem, Pati nem Modi Pati. Úristen, milyen régen láttam live-otokat, Luan volt a becses nevem. Luan, rád emlékszek? Ezt nem csak azért mondom, hogy bevágódjak, de a te nevedből nem volt 6 millió. Úgyhogy rád emlékszek, mi újság van Luan, aki látom, hogy Alexa. YouTube-on is tartjuk egyszerre a live-ot, de köszönöm, ha itt is ott is vagytok. Gyerekek, 33-an vagyunk kitartóan TikTokon, és 12-en YouTube-on, ez összeadva is gyönyörű. Ami szomorú, hogy a Talin úgy fogtok engem látni, hogy visszahíztam, amit lefogytam, meg Janát is visszahízlaltam, amíg beteg volt, mert természetesen nem egészséges ételeket adtam neki, hanem gumicukrot, csokoládét, hamburgert, sült krumplit. Igen, egy beteg embernek pont erre van szükség. Leves. Olaj, zsír, meg cukor. Igen. De jobban lett. Mennyi régi ember jön. Amúgy annak nagyon örülök, hogy volt értelme a TikTokot nyomatni, mert onnan nagyon sokan találnak vissza. Mióta nem játszottam, nagyon sok változás van. Ez ilyen. Akkor jó rég lehettél fent. Na, Kerti, után akkor menjünk fel a bárónőhöz, kövessük Sandy Icewebet. Iceweb. Igen, Iceteát. Jégtábla. Igen, mennyi régi ember jön vissza, ezt még egyszer beolvastam, mert miért ne? Vagy jégháló. Volt valami skacok, azt nem olvastam. Egyébként most nagyon veszekedek, eskü nem vagyok ilyen, nem kell félni tőlem. Ja, igen, ezt a Kinga írta. Most már az új neved Dév által elnevezett Kinga lettél. Amúgy nem is sok Kinga ismerősöm van. Egy rokon Kingánk van, aki ilyen nagyon távoli barátrokon szinten van. Meg volt egy osztálytársam gimibe, akit Kinga... Nem. Egyetemen, akit Kingának hívtak. Vége a dalnak. Még el se kezdtem. Umpa, lumpa, ja. Már vége van, nem lehet. Bocsánat. Igen, kisa nem harap amúgy, csak karmol. Továbbtanulással le vagyok foglalva, de mostanában kezdtem ezt a szóra vissza szokni. Amúgy felnőttként mondom nektek, hogy kicsit azért valami hasznotok is legyen a live-omból, hogy ha felnőttök és nagyobbak lesztek, és mondjuk elkezdtek már nagyon komolyan tanulni, vagy dolgozni, vagy valami, akkor is néha szerintem szükség van, hogy legyen én időtök, amit töltettek olvasással, kertészkedéssel, live nézéssel, vagy mellette is játszással. Néha kell. Tehát én visszagondolok, hogy nekem igazából az első streamer apukám volt, mert ő megvette a játékokat, játszott, én megnéztem. Csak nyilván nem adtam neki donétet, mert hát nem is voltak még platformok, meg internet. Nem volt internet, vágod? Nem volt internet, igen, csak kezdetlegesen. És gyakorlatilag ő is mindig játszott munka után, és így arra következtetése jutottam, hogy már a régi generáció is örült, hogy játszhatott a kikapcsolódásé, akkor a későbbi generációk is örüljenek, hogy játszhatnak még. Köszönöm, Betty, a követés. Kicsit hasonlít az az umpa-lumpára, majd befestem narancssárgára a pofám, jó? Meg zöldre a hajam, és akkor stimmel. Köszönöm szépen a követés. Ez most pont illet ide.
Mondjuk nem tudom, szerintem nekem herótom lenne, hogy zenelne a TikTok, amikor bekövet valaki. Köszönöm szépen neked is. Ezt megcsináljuk, de ezt nem végtelenszer. Mindenki menjen végig egyszer rajta, aztán megyünk tovább. Tudom, betelt a barátlistám, majd megnézem, kik nem szoktak lenni. Később aztán majd valakiket random letörlök. Nézd, Dave, bocsánatot kérek a bűneimért. Ha milyen bűnödé? Micsoda? Megbántottál? Hát mondjam azt, hogy nem is emlékszek, vagy a kellemetlenebb, hogy nem tudom, most hogy ki vagy. Köszönöm szépen az AI-t! Ez megvan bocsátva a bűnöd, akár ki vagy, és akármit bűnöztél ellenem. 10 coinnal megbocsátatnak a bűneitek. Jaj, nem, így másfelé megyünk. Ja, ilyet nem mondunk. 150 forintomba esett a nagy bocsánat kér. De milyen bocsánat? Le vagyok maradva. Hát én sem tudom, hogy miről van. Várjál, mindjárt megnézem, csak verseny közben nem tudom felnyitni az akkodat. Coconut Mountainon vagyunk. De köszönöm szépen a macit. Most már tényleg érdekel, hogy ki bántott meg és mivel. Mert lehet, hogy nem tudok róla. Ja, most itt bántottalak végig, rosszalkodtam. Hát jó. Mi? Én lemaradtam róla. De nem, hogy azt nem akarjuk, bocs, belevágtam, igen. De nagyon értékelem a bocsánat a kérést, annyira jól csináltad, hogy nem is vettem észre. Viccelek amúgy csak. Ja, te voltál, aki beszólt a valakinek? Az az egy volt maximum. Viccet félretéve örülök, hogy itt vagy és látlak. Ez SSO? Hát ez a Fortnite. De igen, ez SSO. Na, szerintem mehetünk tovább, az utolsót elengedem. Még van egy. Na, lebuktam. De hát. Jó van, de itt addig szarrá unjátok magatokat. Azt mondtam hasonlítani. Ja, te mondtad az umpa-lumpát, tényleg. Aha, jó van, megvan, bocsátva. Azt magadra vetted? Én magamra vettem, hát mondtam, hogy befestem a pofám. Igen, hogyha van még valaki, aki szeretne meglepni ilyen macis cuccal, azt köszönöm, ha kilőjük az élő célt, állítok egy coinos. Bántsátok meg, aztán kérjetek bocsánatot. Hallod, ez lesz a taktik. Persze, majd én is mondom, hogy mindenem fáj, szükségem van a 10 coinra, ez melyik játék? Hallod, Marvel Studio. Fogvízketegségem van, arra gyűjtünk. Ó, értem. Amúgy Coconut Mountain játék, az Star Stable Online. Ez a kókuszhegy játék, meg kell találni a kókuszhegyet, csak senki se találja. Azért rohangászunk körbe-körbe, hogy hol nő fel. Mert tényleg olyan kuki szerver nevek vannak ebben a játékban. Köszönöm szépen a csapat karkötőt. Köszönöm. Én nem sokat SSO-zok, ezért felfogadtam egy karjegyzőt. Ezt ne reklámozz, mert hivatalosan ez tiltja a játék. De nekem is volt, hogy a feleségem játszott vele, de az más, mert mindenünk közös. Az SSO karakter is. Én azért láttam nagyon csúnya sztorikat ebből a... Igen, azért mondom, hogy ezt ne reklámozz. Az ilyeneket tényleg némítani szoktuk, de ezt ne vedd magadra, csak tényleg nem szép dolog. Jövök én is SSO-ra boldogítani titeket. Mindjárt megint összeállunk egy képre majd a lovagló arénánál, de előtte még itt van egy kifutóm. Köszönöm, Sketis! Most fogunk megsüketülni, gyerekek! Köszönöm a rózsát, a gégét, a rózsát, a gégét, a rózsát. Jana mondta neked, hogy találkoztam vele a West Endbe? Mondta! Köszönöm a rengeteg ajándékot. Majd Villő mindjárt megszólalhatsz. Hát most megsüketülünk, de köszönöm az aikat. Na. Én nem hallom. De jó neked. Hány éve játszol ezt a szót? 5 vagy 6, de szerintem 5. Szerintem inkább 6, nem? 6 már? Lehet, hogy már nézzük meg a YouTube, nézze meg valaki a YouTube-on, mikor volt az induljon az SSO az anime szurdokon első live. Szeru, az a szerver lenne, ott van jobb oldalt fent. Látod? Elvette a number one badge-et, hogyha gondolod,
akkor még küldjél még egy macit. Viccelem. Köszönöm, Tiffany. Nem, én sose mondom azt, hogy muszáj ajándékot küldeni, de jól esik nyilván, ha adtok. Én szoktam küldeni. Például Villőnek is, de ő sose kéri. És én nem. Látod? Nem. Fordított pszichológia. Tudod? Na, azt mondja, na tudod mit, Dave? Azt mindjárt repül az univerzum. Mi? Ja. Az a következő. Összeszarnám magam, meg akkor így megverném a kisát, mert abból nagyon sokat levon. Köszönöm szépen a másik macit. Hát de most érted, befizette szegény 100 000-et, az kapok belőle 70-et. Hát nagyon jó. Hát te szegény. Hát de rossz nekem, mi? De ilyenek nem történtek meg, tehát ez csak így elméletben. Viszont egyik ismerősömmel volt tényleg, hogy azt hiszem a Leona cica az 27 000 megkapta, és mondta, hogy 8 000-et kapott belőle, a többit lenyúlta magának a TikTok. Ja, nagyon turva, 70, nem is tudom. 70-30, aha. Hisztelen. Ehhez képest a YouTube az 60-40-nel, baráti. De valóban a PayPal az, ami meg nem vesz le, csak ugye abból nem sok helyen tudok vásárolni, játékokba tudok, meg a bűvészboltba. Szerinted hány napon belül jeleznek vissza a cégek? Ezt már kérdezted máskor is, nem mindenhol jeleznek, viszont én nem vagyok munkahelyi és munkaügyi szakértő, kedves Gábor Kálmán. Ezt minden rossz indulat nélkül mondom, mielőtt azt hinnéd. Csak tényleg Magyarországon értsük meg, hogy nem mindig hívják vissza az embert, sőt az esetek 90%-ában semmi visszajelzés nem adnak. Tapasztalatból tudom, meg barátaim tapasztalataiból. Leadtuk 15-20 helyre a jelentkezést, engem 4 helyről visszahívtak, be is hívtak, a többiről meg tudod mit kaptam eddig? Egy nagy lófa, mármint hogy egy ló favágó készletet, semmit. De hogy a legtöbb az nem jelez vissza, nagyon szeretném munkát, én javaslom, hogy minél több helyre add le az önéletrajzod. Ahova beillik oda. Hát bárhova, igen, mindenhova. Meg azért stimmeljen a valóságnak, tehát hogy... De érted, dolgoztál a recepción? Nem, most is ott dolgozok, haló. Mármint, hogy jelenleg most nem ott ülök, de holnap már igen. Egyszer majd mehetne izé munkahelyi live. Aha! Nagyon unalmas lenne, mert csak csomagokat veszek át, adok ki, meg kulcsokat, meg borítékokat, meg felírom, hogy ki mikor érkezik hozzá, vagy kihez milyen vendég jön, akit beengedhetek. Hatalmas, nagyon izgalmas lenne. Mond? De legalább kirúgnának, értem. Ja, értem, akkor utolsó napon, mikor váltok, akkor aznap. Turisztikára megyek, ez is opció, te szereted? Jó, jó amúgy. Szakma miatt kell, de csak egy hónap lesz, DM el fog menni. DM-be fogsz menni, az hajtós lesz, arra készüljél. Én Rossmanban voltam, hát gyerekek, hűha. Az se könnyű, tehát a DM, Rossmann, meg ezek a pici üzletek, főleg Budapesten, kegyetlen. Vidéken még talán. Igen, azért mondom, hogy ott azért jönnek-mennek. Tehát, hogy igazából szeretem a recepciózást, de én csak azért szeretem, mert én a felsőbb 10 000-nek recepciózok, azt találkozok zenészekkel, énekesekkel, és tök jó látni, hogy civilben paraszt vagy nem. De ezeket nyilván megtartom magamnak, de igen, meg jó látni, hogy... Jó van, tényleg megérzésünk. Hogy ki mit csinál, meg ilyenek. Evelyn, köszönöm a követést. De ha megfogadsz egy tanácsot és a DM-be mész, nem tudom ki mondta. Igen. Akkor olyan Eszter helyre, ami mondta. Nem plázában van. Igen. Mert nagyon sok a kisgyerek a plázában, rengeteg tízévesek. És szétpakolnak, vagy rohangásznak? Rohangálnak, szétpakolnak, meg ilyen, nem tudom, hülyeségeket is csinálnak. Mondjuk ez Magyarországon még annyira nem vészes, mert ezért itt még vannak olyan szülők, akik lecsapnak egy-két pofont a kölyöknek, de... Igen. Melyik szerver Coconut Mountain? Tudom, milyen nulla sok ember nem. Van, meg sok lopás. Igen, főleg a... Akar. Nem tudom, budapesti lakosról beszélünk-e, de főleg a... Mondjad már, az arénába. Ha nekem nem Tesco mellett, de meg is van sok gyerek. Aha. Szerintem ő vidék. Legalábbis gondolom. Ne áruld el ezt, hogy hol laksz, mert nem kell tudják. Csak annyi, hogy vidék vagy Budapest. Dél Jászmin, köszönöm a követést. Akik bekövettek, srácok, az a 44 ember, YouTube-on is dobjatok egy feliratkozást majd, köszönöm szépen. Átmentek majd YouTube-ra, beírjátok, hogy Mongufta Family, és ha támogatok egy feliratkozással, köszönöm. Köszönöm a követés, Rúzs, nem látom még a nevet. Ó, köszönöm szépen a másik macis cuccot, 50%-ba kész. Nézd meg még egy, nem, az 4 fagyi, köszönöm azt is. Köszönöm a követést.
Gyerekek, Na, mindjárt pénz, pénz, kilőttétek pénz. az élő célt. Igen. Amúgy sok kicsi sokra megy, én örülök neki. Nem titok, köszönöm szépen. Én a múlt hónapban, köszönöm szépen a követést, 4000 forintot vettem ki PayPalra. Hát figyelj, nem olyan sok, de azt mondom, hogy sok kicsi sokra megy. Amúgy nem az rossz. Nagyon hasznos nekem. Tehát, hogy igazából abból sorsoltam a Fortnite nyeremény egy részét. Ugye 10 000-ért töltöttem fel V-Bucksot, azt nézed, akkor 4000-et megspóroltam, úgyhogy ennyi. Írtam privátot, Dave, most végeztem, rendben, el fogom majd olvasni. Annyit ír, hogy nagyon rosszul vagy, vagy jól vagy, gondoltunk rád ma. Meg hát írtál is a live-ba is. Annyira jó amúgy Janán, hogy rutin műtétje lesz, úgyhogy nem izgul, én jobban izgulok, mint ő. Mondtam neki, egész nap benn fogok lenni a kórházba. Erre azt mondja, szerinte 3 órát se leszünk ott, mondom, azért erre mérget ne vegyi. Hát szerintem hosszabb lesz a várakozás, mint a maga a műtét. Az maga 1 óra, Kinga. Na most tényleg Kinga, köszönöm a bekövetést. Abban a 4000-ben jöhet Gucci táskába, kínaiból. Amúgy nekem vannak nagyon drága cipőjeim, ami ott kezdődik, hogy 80 000 forint. Hát, igen. Tényleg van, nem viccelek, de azokat kukáztam. Jó állapotba, hangsúlyozom. Mert ugye ahol én dolgozom, ott hogyha vesznek egy új cipőt vagy táskát, kidobják, és semmi baja nincs, de kidobják, én meg elhozom. Onnan van Janának 3 rohadt drága cipője. Aki meg nem tudja ezt, az azt hiszi, hogy a Dave milyen gazdag, bazd meg. Nem, olyan jó cuccokat hoztunk el, például működő porszívót, ami 60 000, Turmix gép, ami 100 000, azokat használjuk, semmi baja nincs. Tehát, a turizni szeretek nagyon. Az is jó, azt Jana is nagyon szeret, hallod. Szerintem műtét után majd visszaáll aktívan edzésre, annyit fogyott, hogy kifogyta a ruháit, most visszahízlaltam, de majd a műtét után ruhacsere lesz. Szia Csilla Szekeres, és köszönöm a követéseket közben. Ha akarod, igazából 38-as lában van, hallod Janának 39-40. Köszönöm Galophoz, rendben van kis, ha találok neked abba cipőt, én esküszöm, elhozom neked. Na, ez mi ez a lepkés? Azt már egyszer csináltuk. Most is van? Ma nem csináltuk. Ja, hogy egyszer. Mi történt Janával? Hát már több mint már... Köszönöm a követést. Süt vagy süti. Másik... hát már másfél hónapja legalább, vagy másfél éve, bocsánat, nem hónapja. Köldöksérve van, meg lehet, hogy még egy sérve, és azt műtik majd meg neki. Mert már volt olyan, hogy nagyon fájt neki, mikor ment, vagy sétált, vagy valami. Janka, köszönöm a követést, csak közben meg neki mentem. Mikor nézlek, nekem is mindig megjön a kedvem játszó. Köszönöm szépen! Ezért is csinálom részben, hogy kedvet csináljak nektek. Meg szeretek én is kikapcsolódni. Hát rutin műtét lesz, de én jobban izgulok érte, mint ő. Azt mondta, hogy egyáltalán nem izgul. Hát azok tényleg nem ilyen. Igen, csak ugye mivel mi a harmadikon lakunk, így nem fog egyből hazajönni hozzám, hanem majd anyósoméknál lesz, anyukájáéknál. És így beszéltük, hogy lehet, hogy a szülinapomon nem lesz itthon velem, ami szed. Tartok nektek live-ot, aztán este átmegyek hozzájuk. Jó, csak közben írt Jana, de ez most lényegtelen. Meglátom, hogy eszeszózal én is felléptem. Na mindjárt akkor megint lövünk egy képet, csak itt megint nem látszik a fele ember. Úgy, mint Bolt, jó a DM. Most 40-szeres pontos akció van, vagy micsoda pont Jana is ma hoz majd egy csomó minden DM. Glamour kuponos, nem? Nem, hanem hogy ha van applikációd, akkor ilyen 40-szeres pontok, és például volt 2 hónap, hogy ingyen vásároltunk be 15 000 forintért, mert olyan sok pontunk volt. Ingyen hoztunk mosószert, tusfürdőt, dezodort, meg még pár dolgot. Van Discord szerverünk, csak nem tudunk ide betenni linket, viszont YouTube-ra be tud tenni majd a modim. Van Lovadnak közös pillanat, köszönöm. Ezt mindig elfelejtem, mert régen nem volt ilyen. Akkor még nem volt, hogy közös pillanat. Nekem nincs is olyan sűrű, mint neked. Várom és megpróbálom elrágnat ide, nem akar jönni, de majd leközözöm. Ne erőszakold, mert annak nincs értelme, ha valaki úgy jön ki, hogy nem érzi jó magát. Eszeszós barátokat keresek. Szia Gina, jó helyen jársz, szerintem itt találsz.
Én önmagában streamergetni szoktam, van egy közösségünk, akik tök normális, akit hallható például Villő. Ő egymagában a közösségem. Meg így egy még páran vagyunk, köszönöm Gina a követés. És lehet jönni játszani, ti jó, így egyre szapor, olyanok vagyunk, mint a nyulak, csak nem basz... ezt nem tudom... Elnézést kívánok. Igen, köszönöm szépen, Ancsi a követés. Akartam valami baszos szót mondani, nem tudok más, bocsánat. Ezt benéztem. Baszkurálni, az még nem csúnya, mert mondta egy tanárom, mikor így volt az emós korszak, nektek az kimaradt már, amikor de mindenki imós volt, és akkor mindig mondta, hogy mit baszkurálod a hajad, fiam, a zselével, mi meg mondtuk, hogy így menő. Azt le voltunk zselézve, mint a vadállat. Én még mindig emó vagyok. Köszönöm szépen. YouTube-on van a Discord link, lehet jönni gyerekek. Hangba a tagok tudnak jönni, akik játszanak, tehát ha minti tagok lennétek, itt megsüketülnénk. De örülök, hogy itt vagytok. Megyünk tovább Golden Leaf-be. Goldi, bizony, bizony. Még mindig emo vagy egy kicsit Dave. Amúgy rockot meg metalt hallgatok itthon, néha mulatósal és musicallel higítva, de felváltva úgy igen. Én nagyon vegyes ízlésem van, de alapvetően rock metal még de amúgy mindig. Szerintem te emo rockot meg emo metalt nem is hallgatsz. Mert az ugye egy... Már nem. Arra. Tudom. És izé... Öcsém volt. Én amúgy nem ilyen. Szeretem annyira. Hát én nekem nagyon végletek. Én szeretem a nagyon light rockot is, meg szeretem a nagyon hörgős, amikor üvölt, mint a vaddisznó. Akkor tudok neked küldeni pár dolgot. Jó, azért mondom, hogy én így nagyon vegyes. Ha valamihez értek, akkor az ez. Rendben van, Panni, örülök, hogy láttunk, és örülünk az újra megtalálás. Elle Junior, az tökéletes metal. Igen. De mindenki tudja, hogy Elle Junior a legnagyobb metálos Magyarországon. Kedvenc dalom tőle a Szétverik a Happy Pipi, ja mi? Nem, amúgy Elle Juniort, mint igen. Az amúgy nagyon vicces. Én nagyon szeretem. Az a baj, én is szoktam hallgatni. De azért mondom, hogy a Juniornak amúgy a régebbi dalait én szerettem. Meg még az édes életben, én nekem van képem a Junior feleségével, mondjuk ez nagyon hülye hangzik, de igen, volt feleségével, meg a kisbabájukkal is van képem. Amúgy... Mire rosszabb. Igen. Tehát lényeg az, hogy volt mikor beszélgettünk, na. Többi az meg privát. De hogy azért mondom, hogy a Juniort, meg én sok zenészt, énekest ismerek, és így vannak közös pillanataink, mint a lovamnak. De hogy igen, a Juniorékkal akkor találkoztam, amikor, azt tudom, hogy hol, a West End tetőn volt egy mini koncertje neki, meg a Kocsis Tibornak, és valami kacsaúsztató, gumikacsákat kaptunk, meg kacsaúsztatásos dolog ment. Minden ilyen gumikacsákat osztogattak. Fingom nincs, mi volt az. De valami rendezvény. Igen. Victoria kedves ott volt? Hazán? Ottán? Beakadtam a kerítésbe. És örülök, Panni, hogy jól érezted magad, de valószínű ezt már nem hallod. De attól örülök. Utánoztam a Villőt, én is beakadtam a kerítésbe, restart. Nagyon álmos nekem vagyok. Nekem eltűnt a restart gomb. Eltűnt? Kivittel! Megverem. Ellopták a... Ellopták a restartot, a szomorú restartot. Mást akartam mondani, de inkább nem mondom, mert... Én tudom, ki volt a részfaszú bagoly. Az. Az viszi ám. De kitalált ki ilyen hülyeségeket már, ilyen lényeket? Hát úgyis vannak mumus, meg ilyen hülyeségek. Hát igen. Gyerekkoromban, amikor először meghallottam, hogy részfaszú bagoly. Azt amúgy könnyű kicselezni, fogsz egy mágnest. És feldobod egy fára, és úgy fog lógni, mint a denevér. Hát bagoly szóval. Ja, igen. Mennyi Star Coinod van? Ez miért fontos amúgy? Valamiért ez mindenkinek nagyon... Nem fontos. Sok, 5000 valamennyi, de mindjárt megnyitom neked. Mert ha lehetne nem. Giftelni amúgy, én giftelnék. Meg már nekem. Kaptam volna egy csomót úgyis. Neked? Uh-huh. Jó. Csak nekem. Azt mondtam, hogy kár, hogy nem lehet JS-t osztani egymás közt, azt nagyon adnám.
Te ledolgozod a 3 hónapot, és nekem adod a pénzt. Ha persze. Egyértelműen. AC/DC legjobb, ugye bár. Thunder! La 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 la! Igen. Azzal a lendülettel. Szépséges jó napokat kívánok most már én is. Szia, Ash! Nézd, amennyien vagyunk! Na, mehetünk itten tovább. Ash is bejelentkezett. De hogy kaptál volna, nem, kiadott volna nem neked, Dave. Hát nekem, hallod? Mindenki. Hát kihagynék egy ilyen live-ot. Ki? Nem vicceljél már. Ennyi. Dézőre lehet menni, vagy ahhoz elitnek kell lenni. Elitnek kell lenni. Köszönöm szépen, Lala Márton. De igazából TikTokon van egy feliratkozás, 1300 forint, az néha akciós 1100, nem tudom mitől függ, hogy mikor mennyi. Meg YouTube-on 199 forint, vajon melyik éri meg jobban? Hogyha azt megcsapatod, akkor már tudsz is lenni hangba. Barátlistát valamikor törölsz? Hát, sűrűbben kellene, mint a popsim, úgyhogy valamikor majd igen. Ezek a hittek. Igen. Valamikor igen, mert most ugye újra aktivizáltuk, felélesztettük, hallod, mint a Múmiát. Múltkor néztük a Múmia című filmet, egyik gyerekkori kedvencem. Én ilyen kicsit elmebeteg voltam, de hogy nagyon szerettem a Múmiát, mikor a Scarabeus bogarak mentek, meg a gonosz halott múmia nő szét akarta tépni a csávót. Na mindegy, de hogy elkezdtük nézni felnőtt fel, és a felénél megbeszéltük Janával, vagy unalmas, nézzünk mást. Én Tim Burton filmeken nőttem fel, az sokkal jobb. De azok jók, én szerettem. De igen, nagyon amúgy jók, nagyon jók, csak nekem a halott mennyasszony volt a kedvencem. És nem tudom, hogy ki az elmebeteg. Kaptál tagot, Kisa, kitől kaptál tagságot? Mikor kaptál? Ki? Százszor nézte meg. Úgyhogy majd fogok amúgy törölni valamikor, igen. Meg majdnem minden játéknál lehet hangba lenni, amikor olyanok, például a Fortnite olyan, a Goose Goose Duck, Among Us, SSO, Pokémon Unite, melyik szerverem vagy jobb felső sarok? Csak kíváncsi vagyok, hogy tényleg nem látják-e. Coconut Mountain. Igen. Én vagyok a rossz, az S meg a lelki ismeretem, és bemondja. És úgy örülök, S, hogy te is tudsz jönni, pont beszéltük tegnap Janával. Tudod, mindjárt mondja, hát mégsem. Akkor el is megyek, sziasztok. Akkor ennyi volt. Nem amúgy. Reméljük, hogy nem jön közbe semmi, aztán... Tényleg. Mondtam, hogy nincs olyan, hogy közbe jön, semmi sem jön közbe. Na, gyerekek, mindjárt 10-es a ló. Amúgy csak úgy durva, régen mennyit kellett ezért dolgozni. Köszönöm a lájkokat közben, gyerekek, 7900. Mondjuk nem is mondtam, hogy tap-tap babáim, de azért így nyomjátok meg. Érjük el a 10000-et. Villő, te mondtad már, hogy tap-tap babáim? Nem. Minimum meg 7 volt, még kijegyzett. Én még általában azt sem szoktam mondani nekik, hogy szia. Igen. Meg hallod, Imre, tőled is várom majd a Valorant live, vagy tap-tap babáim, jó? Tanítalak titeket. Nem, amúgy ez annyira kellemetlen, hogy én csak a cringe-elésből mondom. Én egyáltalán nem szoktam ilyeneket mondani. Nem tudom, nekem ez annyira életidegen. Igen, tehát ez az itteni slang, de... Ez a könyörgés. Meg már azt is hallottam mástól, hogy várjál, hogy szokták mondani? Most gondolkozok, hogy a like és a megosztás szokta meg az ajándékot egyszerre, csak nem tudom, hogy mit mond rá, gondolkozok. Mindegy, nem üt eszembe, de csúnyában szokták kunyerálni, mint én. Miről maradtam le? Hát, egy majdnem 2 órás live részről, de YouTube-on visszanézhető Mongufta Family, beírod, nyomsz egy feliratkozást csenge, és akkor ott vissza tudod majd nézni akár holnap vagy este. Ez még rímelt is. Látod, egy költő veszett el bennem, pénzköltőnek is jó vagyok, mehetünk tovább. Néha pörgök ám, mint az atom, máskor meg semmennyire. 13-as a pacim, remélem ma kiedzem. Elvileg az meg lehet. Simán meg lesz. Nem áthúzásos, kisa, hanem be kell állítani, hogy YouTube tag vagy. Külön ott van jobb oldalt. Elmondod, és melyik szobába találja a lépésről lépésre, kisa? Mert ott automatán érzékeli, ha tényleg tag vagy. Bal oldalt van Discordon, de nem tudom fejből, mi a szoba neve.
Klubtagoknak. Klubtagoknak, vagy csak tagoknak. Nézed meg, és lépésről lépésre megcsinálta a Tifi. Gyerekek, TikTokon igen. Már több mint ezren megtekintettük a live-ot. Is. 13-as lónak ugyanolyan statjai vannak, mint egy 15-ösnek like. Hát szed. Külön a TikTokhoz, meg külön a YouTube-hoz. Igen, de a TikTokos elvileg nem működik, azt nem nagyon reklámoz. Csak Marionite-nak sikerült. Mondjuk igaz. Hát nem baj. Attól még az is ott van. Ah, értem. Rendben, kisa, majd hátra sikerül beállítani. Ha nem, akkor szombaton segítünk a Tali. Ennyi. Meg lehet azt oldani. Ügyesen mint a cipőfűzőt. Mindjárt megcsinálom gepról. Jó van, gepeljél! Ajaj. Ezt az ajaj szörnyen hangzik, hogyha tud az angol emberül. Ja, értem. Az ember angolul. Értem. Gepeljél? Júj! Közben engem majd bevennétek csapat. Nincs is csapatok! Hova lett a csapat? Elbagolt. Ja, a lovagló arénába elmúlt. Tényleg. Elbagolt. Tipikusan. Mi értelme van? Amúgy hülyeség. Jó van, akkor utána megállunk és csapat bejövetel lesz. Azt mutatja, hogy tagja vagy, de közben meg nem. Én nem is vagyok. Én nem vagyok tagja. Jaj. Na. Valaki jön meg. Köszönöm Minyon a követést. A Minyont azt én is követném, ha ehető. Mennyibe kerül a Star Stable? Fingom nincs jelenleg mennyi. Ja nem, most már drágább, várja. Nem 12, hanem 10. De az is, amihez nem jár, a cucc. Az nem, azt szerintem már nincs is. 10-valamennyi ezer, hát én 7500-ért vettem. Jó, de az akciós volt. Igen, akkor. Megvárjuk majd, megvárjuk már majd. Majd úgyis megvárunk. Majdnem 15 a lifetime. Már annyi, mint egy rendes játék, azt a rohadt. Hát, jól felvitték. Meg régebben az SC-k is jóval olcsóbbak voltak. Jó, azt tudom. Azok is jóval drágábbak. Igen, mert azért nem is veszem. Hát azért ilyen, mert ugye a kenyér is most már 1000 forint, tehát hogy érthető tudod, sajnos. Tudod, hát a kenyének. Inkább akkor nem járok fel azt ki. Na akkor is megállunk gyerekek, és mindjárt nyitunk új csoportot. Aztán és akkor utána csináljuk a versenyeket tovább. Na. Várjatok, én csak mindjárt dobok Janának egy SMS-t, addig mindenki nézze meg, amit akart, megvárjuk a lemaradt embert. Ja, azt írja, csapatban vagy. Igen? Mhm. Tudom, már tudok is. De akkor mindegyikünkre azt írja, tehát hogyha elvileg engem megpróbálsz meghívni, rám is azt fogja. Rám nem fogja azt írni. Bolond ez a játék. Ez mindig az volt. Bolond volt, az is maradt. Milyen lovad van? Ma vettem. Nem ez volt a kérdés, Lipicai. Hát nem. Na, hát éppen be akartam szólni, hogy ez nem válasz. Nincsen csapat. Nem látod, de elvileg van. Az szép. Ez volt legutóbb is. Bebagolt. Mindegy. Folytassuk a versenyeket, közben reméljük megérkezett az illető. Most jött be Csilla, meg tudod te is nézni. Mi történt közben Kisával? Igen, veszem, remélem nem gond, ha nem játszok, de bejövök. Úgy nem jó Kisa. Mondtam, hogy sajnos úgy nem. Ez az egy, ami tényleg szabály. És ez másnál is már volt, hogy betartottuk, hogy elment, mert mondtam neki, hogy nem szabad. De majd máskor tudsz jönni is, ha lesznek még olyan játékok, ahol be tudsz jönni. Meg majd amúgy lehetne egyszer csak beszélgetős live-ot tartani, mondjuk az TikTokon lehet jobb lenne. Amúgy igen. Meg akkor úgy, hogy akkor nem kell YouTube. Nincsen Rydered? Ja, te izé voltál, időszakos Ryder. Ó. Azt csodáltam amúgy, hogy most nem jött Ryder kód, pedig nagyon sokan kérdezték, hárman. Már nemrég volt. Ja. Egy hetes asszom. De attól függetlenül látod, beolvasom, amit írsz, ha olyan. Akkor valamikor azt mondjátok, hogy de az a baj, hogyha nem vagyok játékban, meg semmi, csak beszélgetős, én múltkor rosszul éreztem magam.
Hogyhogy? Hát ma azt éreztem, hogy nem tudom, mit mondjak. Tök szar, bestresszeltem magam. Ja, mondjuk én meg hozzá vagyok szokva, mert én mindig ezt csinálom minden nap. Ez be valamivel csak úgy randomál vagyunk, az is lehet. Ja, mondjuk én meg közben pótselekvést szoktam, ugye. Jó, az mondjuk más, csinálni. Én nem állhatok neki sminkelni, meg hajat festeni. Megbalányozni. Hát igen, azt nem szoktam. Mondjuk nekem az például tök sokat segített, hogy közben ment a zene, és akkor kértek az emberek is zenét, meg minden. Olyat tartottunk még... régen végül is. Majd lehet valamikor, ahol tényleg ilyen csak beszélgetős dolgot, de ezt nem tudom meg mikor. Meg most már amúgy az is jó nekem, mert hogy én most már megszerettem így a... Itt még három van. Elmúlt egy hétben, hogyha néha nincs is téma, meg semmi. Na. Gyerekek, felénél van az élő cél, három ilyen macinyak láncot még be tud dobni valaki? Nem kunyerálás, csak kérdezem. Letícia, Sánta, üdvözöllek, szép napot kívánok neked. Mi újság, hogy vagy? Várj te, ez a villő, vagy akire gondolok, mert ha igen, tőled brutálisan féltem régen. Én villő vagyok. Ez az a villő, én is féltem. Már mi? 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 Miért? Nem, én nem féltem, én nekem van is képem, hogy láncra verve... Igen. Volt. Mellettem. Ja, igen. Most nadzolni akartam, hogy láncra vertem, mint az ördögöt, de igazából magát láncolta be. Ez így van, de ez amúgy úristen az... Igen. Úristen! Nekem megvan a fotó! Valahol a azt számítógépen. Azt magaddal viszod a sírban. Milyen lövek jött... Lövek. Milyen lovak jöttek be? Ez, amelyiken most ülök. Meg még kettő. Holland. Két másik izé. Én tényleg nagyon féltem, mindig feldobott téged a fórium, régen féltem, de már nem vagyok ilyen. De mitől? Ijesztőnek tartott? Hát nem tudom. Hát bocsánat, hát de nekem a láncra vert Narutós villő nem volt ijesztő amúgy. Mert az szia, nem. Levi. Az cuki volt. Mára mennyire. Ja. Van köztük szürke deres az új lovak között a háromból, valaki emlékszik? Nem emlékszem, de szerintem gondolom, ja. Megnézhetjük még egyszer. Szia, Levi! Ilyen szürkebb, az talán van. Ahogy beléptem először... De ez nem pont szürkederes, ami mi ülünk? Nem tudom, Levi, ahogy beléptem először, azt hittem, hogy rappelsz. Néha amúgy folyamatosan tudok így beszélni, Levi, és akkor mindenki színe csak folyamatosan össze-vissza osztom az ész, pedig igazából csak azt mondom, hogy a villőtől éppen fért a kisa, meg hogy megérkeztél, és nagyon örülünk neked, és egyébként hogy telt a napod, és minden nagyon fasza. Amúgy igen régen rappeltem, úgyhogy ez kurvára nem, mármint, bocsánat, nagyon nem nehéz. Orván. De a rekordom az volt, hogy egy ilyen két oldalas szöveget 47 szek alatt elmondtam. Ja, engem az osztályba hívnak MC villőnek, mert azaz. Olyan gyorsan olvasok fel, hogy... Azt mondják, hogy bocsi, de ez nem szürkederes. Név, ne beszélj csúnyán, nem szabad, hogy itt van. Majd... Esből elektabaz lett. Random leszállt a izé. Mit érdekel engem, milyen színe van amúgy a lónak? Szürkederes alapból van, sima nem... Úúú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 
Pst! Mindjárt megállok! Nem. Tudom, leszár a bolond... Várjál, mit nem jól olvastam? Ez nem szürke, de deres. Jó van, a de helyett mást olvastam. Elnézést. Hát van rajta dér, azt látom. Igen. Csak abból gondoltam, hogy szürke, deres, mert hogy van benne szürke. Engem esznek meg miattad. Is. Ki esz meg téged? Én nem beszélek sose csúnyán, ha valaki azt hallotta, csak halucinált. Bocsánat, igaz, nem szabad csúnyán. Tényleg amúgy ne beszéljünk csúnyán, gyerekek, mert nem szép dolog. Én is igyekszem kevesebbet, csak hogyha olyan emberek vannak a live-omban, akik tudom, hogy csúnyán beszélnek, az a baj, hogy elkapom. Ezért most büntetésből Dino World-be megyünk. Pedig én még meg se szólaltam. Nick Stonegrandhoz. Nick? Az egy smink márka. Most ittam meg a kávém. Azt kell nyomni, kérdezi a YouTube, milyennek találom a live-omat. Megnyugtatónak. Megnyugtató és hasznos, ez mindenképp igaz. Vigyeljátok azt, hogy rossz. Olyan nincs. Nincs. Igyál még egyet, dehogy iszok. Utálom Dino-t. Én nem.
Hát pedig azóta, hogy nem... Az a baj, azóta, hogy nem lassulsz be, már nem olyan utálatos. Igen. Én szerettem vele szenvedni nagyon. Én is. Most lehet rossz fele megyek, sőt biztos. Nem, egyelőre jó fele jössz. Igen, a versenyhez. Nem. Én itt kerülök lent. Emi, köszönöm, hogy több mint 10 ismerősöddel megosztottad. Milyen pontos információkat ír a TikTok. Hoppá! Várjál, most már ez... igen. Tehát mutatnám, hogy nem kell leszállni a csákány, de le kell. Akkor mit volt, nem kell a csákányt kihúzni? Várjál. Aha, nem kell kihúzni. Kíváncsi vagyok, mikor fogsz ide találni. Várjál, csákányozok. Meglepődtem, hogy pasiként ezt a szózol, de örülök, hogy legalább más is játszik ezzel. Mi? Hát én mindig azt mondtam régen, hogy a Pintér Tenye is szereti a lovakat. Lovas színháza van, akkor őt is meg kell vetni. Dehogy is. Hát lovagol, öcsém. Szerintem kifejezett a férfias játék. Igen, meg őseink lovasok voltak, hallod? Nem csigán, ez amúgy így igaz. Meg nem bivajon jöttek be a Kárpát-medencébe, meg nyilasztak. Hát, hol olvastál olyat, hogy és akkor a bivajról hátrafelé lövöldöztek, vagy tevéről, sehol? Lóról? Az már igen? Alapból őseink lovas nemzet volt, szóval... Hát ez az. Csak utána olyan csórók lettünk, hogy nem volt lovunk. Ja. A háborúba lelőtték a lovainkat, meg megették. Minden visszatérek, rendben. Ha most megnézzük, akkor úgymond a gazdagabbnak vannak lovai, már akinek. Hát, van egy ára. Bár itt vagyok. Hát aki úgymond kicsit hát szegényebb, ott annak meg kocsia van, és régen meg ugye fordítva volt. Na, felakadtam. Amúgy igen. Vagy aki úgymond szegényesebb volt, annak voltak lovai, aki meg így gazdagabb, annak meg kocsia. Teljes mértékben. Közben azt írta Leticia, hogy neki ez a játék a lányokat célozza meg. Erre csak annyit mondok, hogy a legjobb játékosaim Fortnite-ban, Szabit kivétel, lányok. Az pedig a lövöldözéssel messze a fiúkat célozza meg alapvetően. Ja, mondjuk én nem nevezném magam profinak, de azért... Erre most a leggenyobb mondatom az lenne, hogy nem rád gondoltam. De nem, ne. De nem igaz, ez is sokat fejlődött. Meg tessék, itt van Réka is, SSO mellett Fortnite-ozik. Ennyi! Én is Fortnite-ozom, de nagyon rég voltam már veletek live-ban. Hát hiányollak is. Pedig én aztán nem adtam sokat hozzá. Meg majd a Tensivel is akarok beszélni, hogy... Látom mindig Instán, hogy kiteszi, hogy vinelget Fortnite-ba, az Forti Live-on nem jön velem játszani, meg vagyok sértve. Én is akarok vinni. Igen. Hol vagy már amúgy? Le vagyok maradva, hallod, mint a Donét, hát, a TikTokon. Pedig ma azért ne legyételhetetlen. Nem vagyok. Már elérted már a második élőszertet, csak mindjárt. Még nem, még felénél van, még három macis, akármi kell. Én vagyok a legjobb Fortnite-os ez összes közül. De amúgy lehet, hogy elértem a másodikat, ez már lehet a harmadik. Alapból volt a rózsa, utána betettem valamit. A fagyit, igen, akkor a harmadik. Én is értek mással, kod GTA RP szóval. Ja. Nekem a GTA az, amit nem értek meg, mert szerepjátékot, bocsánat, de semmi PC-n nem játszanék, akkor elmegyek színésznek. Tehát, hogy azt nem értem meg. Az az egy, amit nem értek. De hát mindenkinek szíve joga, én is GTA-ztam az Vice City-t meg a San Andreas-t, én is végig toltam annó gyerekként. San Andreas-t én nagyon szerettem, én is azon nőttem fel, attól független, de nincs az az Isten, hogy én leüljek RP-zni. Na jó, mondjuk van az a szponzorációs támogatás, de nagyon-nagyon sok nullával kell kezdődni. San Andreas-ban legjobb volt, mikor megpróbáltál felugratni a vonatra kocsival. Én ezt imádtam. Igen, igen, na, de mindenkinek más meg. Jól mondja ő is. Na, annyit lehetett bolondozni. Járlahelyem. Sose lesz meg a 15-ös szint, fú, az első 10 szint sima, utána olyan szenvedés, ez ilyen. Megvan a 10k like, amúgy köszönöm szépen, észre se vettem. Na. Köszönöm szépen. De ez ilyen amúgy, ez olyan, én is rengeteget GTA-ztam régen, de az nincsen terve egyelőre. Most sok minden van, hogy jön, meg lesz. Csak előtte most már God of War-t végig akarom játszani,
Aztán kérték, tetszett is, hogy a Witcher-t, azt ugye két live volt belőle, szerintem full újrakezdéssel kéne tolni. Magyar szinkronos az is. Szerintem szerettem. Én agyaltam, hogy újrakezdem, nem tudom, hogy buknám-e a lifetime-ot. Hát ha újrakezded, akkor nem tudsz lifetime-ot átvinni. Köszönöm szépen, amire a követés. Megcsináljuk még megint megcsináltátok a szólóban nem csináltuk meg, csak a csapatot. Ja, én még a csapatos se csináltam meg. Akkor a csapatos csináljátok együtt, és akkor a simát meg lehet, ezek még 800-as. Jó, előbb szólózzunk, aztán utána. A délavaglósat megcsináltad? Azt nem is akarom. Amúgy ez most actually könnyű. Ja, majd nem megnézem. Olyan gáz. Nem olyan gázos. Na most kedvem lett eszeszózni. Hát ezt sokan mondják, hogy live közben megjön a kedv. Én múltkor Baxinál akadtam ki, ott Stardew-valizott, és így néztem, és mondom, basszus, ilyenkor lenne kedvem játszani, de amúgy az az egyik játék, amit tényleg mindig hangsúlyozok. Nézni szeretem, de játszani unom. De azt mondja, hogy nem, hogy lehet többen is, de hogy akkor egyszerre kell kezdeni, meg minden. Annó Mufival csináltunk egy Stardew-valit, meg talán Titával, nem tudom. De hogy úgy önmagában nekem uncsi volt, de lehet, hogy amúgy meg egyszer érdemes lenne megint neki futni. Hú, de laggoltam, de mi a szartól? Sokan vannak itt. Ja, igen. Nekem általában pontos szokott lenni mindenne, hogy... Úgy szokott lenni nekem, hogy a live-ot tudok nézni, játszani meg szeretek. Aha. Coconut Monténon vagyunk, lovas Viki. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg ezen gondolkoztam, hogy... Tök jó volt nézni, hogy elment a sivatagba, meg minden. Meg amúgy nem rossz az alapsztori, meg minden a Stardew Valley-ban, nem tudom hányan játszottátok innen. De hogy nekem nagyon lassú a játék, meg kicsit tényleg az chilles, annál nagyon chillesebb játékot keveset találok. Annyi laggolok, hogy konkrétan itt én is nagyon. Meg nekem az akadályom. Hogy nekem csak szaranatok. Konkrétan nem jelennek meg. Az jó. És amikor már ott vagyok, totálisan kellőképpen a... Jaj. Konkrétan a fejem előtt. Melyik az a ló, amit szívesen meg... Várj, nem tudok olvasni, mert elakadok akkor. Szívesen megvennétek, ha még bejönne belőle generáció. A fjordokból már egy felújítottabbat, harmadik genes fjordokat én már várnám. Az már negyedik, nem? Vagy negyedik, igen. De abból lehetne még újítás. Ha visszahoznák, én is. Visszahoz. Hol lehet megvenni őket, már mint ezt a lovat, Annus? Visszajöhetne a Gen 1. Ezt most itt lehetett, nem? A fjordokat meg nem lehet. De már meg szállítékos karakterem a lóra. Hát néme. Vagy melyik lóra kérdezted? Szerintem aztot. Hát igen, a fjordokat. De a fjordokat nem itt lehet. Én azt hittem, hogy... De ha, talán Veldél. De ha ezt, amin most vagyunk, ezt itt lehet. A fjordok meg Veldél. Igen, csak Star Ridernek kell lenni, hogy ezt meg tud venni. Legalábbis azt írta a Veldél. Igen, Veldélben lehet a fjordokat venni. Jap. Miért szaladgálnak itt malacok? Ja, már van új feladat megint? Valami biztos van, mert nekem előbb szamár volt. De he, hogy... Hallod? Itt szarrá laggolok én is. És mondom, én... nekem nem jelennek meg az akadályok. Én nem laggolok, viszont nekem a netem szar. És még van még egy. Nekem az akadályok... Tényleg, mire lehet ezeket az aranykoinokat beváltani? Ezt nem is néztem. Mármint a tavaszi koinokat? Aha. Csak szetre? Ott van fent a... Ahol a lovak vannak, az az. Na majd megnézzük, mert még semmit nem váltottam be belőle. Jaj, de megijedtem estől. Megijedtem a semminek. Itt kegyetlenül laggolok, ami nálam durva, mert az SSO azért már nem szokott laggolni. Hát ez szerintem nem a gép. Ez nem, már ennyien fenn vannak. A szerver hiba. Az igen. Köszönöm, Brigitta Kolozsvári, a követést. Nagyon jó, hogy milyen régóta létezik a játék, és még mindig ilyen szerver hibák vannak, hogy igen. Nem bír el mondjuk 500 ember. Köszönöm, Leticia, neked is. Semmi, Gamer, fan, Halim, történt valami érdemleges? Amúgy igen, tehát érdemes visszanézni. Engedjél már átugrani, hogy
Vágjanak fejbe egy kalapáccsal, no. Csak halkan jegyzem meg, hogy Ash jön a találkozóra, ne hozzon kalapácsot. Meghalunk. És level up. Amúgy igen, mert voltak jó pillanatok nagyon, tehát a gamer fan játszol esetleg Yu-Gi-Oh-val, vagy valamivel kikapcsolódni, és közben visszahallgatod, azt ajánlom. Családalapítás, így van, család újraalapítás. Sziasztok, épp hozzátok tartok, milyen lett a frissítés? Hát jó, most a lovak jöttek, ugye? Mindjárt arrébb megyünk, mert szétlaggoltat a szeró. És mindjárt olvasok is vissza. Én megnézek egy új genes akal, de nekem inkább a hidegvérűek vannak, mondjuk maxos coinnal. Ritkán szoktam felmenni, és ugye két hetente jár a money, és azt gyűjtögettem. Szia Krisztina Szűcs! Na, tehát itt lehet a coinokat majd valahol beváltani. Hol vagy? Nem, mérőszalagot, ha van, azt hozzám, mert kíváncsiak, hány centi vagyok. Ezt fel kellett volna vegyem? Hát mindegy. De hol van az a nyomorult akadály? Nyugi! Nem látom, hogy hol van. Persze meg nekedjük. Dave, még a feladatokat se csináltad meg? Nem! Vagyis hát ezt múltkor elkezdtük, csak nem mentem vissza vele, vagy nem tudom. Én még megcsinálom a Szabinos versenyt. Nyugodtan. Ja, az is itt van! Az, ahhoz csináld a feladatot most. Ja, nekem akkor az még nincsen. Akkor várjatok, megcsinálom, most egy picit megállunk a versenyekkel. Jó, de... gyorsan lenyomogatom. Lenyomom. És akkor megcsinálok mindent. Jó, közben. Jó. Ha nem vagy legalább 8 méter, visszadobunk a Dunába. Nem jó vicc, nagyon pici vagyok. És nem növök már sajnos, azt mondják. Én még nőhetek. Ja, ők nekem már hova? Igen, fadeszkát találtunk. Ezt múltkor is eddig eljutottunk, csak akkor nem fejeztem be ezek szerint. Igen, mert itt mondtam, hogy nem tudom, hogy hol van a karika, hogy hova kell menni. Ugyanezért nem csináltuk. Jű, mi ez a long? Vala... A ház mögé kell menni, ahol emlékszel-e Hermánnak a háza. Ja, és az mögé, az akkor azért nem találtuk meg. Óhe. Na, itt hagytuk abban a múltkor. Igen, vicces, hogy nálam valamelyik karakternek nincsen haja konkrétan. Halihó, hali Adri. Hallod, amúgy ma úgy voltunk ilyen retek sokan, pozitív értelemben, hogy ki se küldtem senkinek, hogy megy a live. Az úgy jó. TikTokon. A izébe beküldte. Ja, igen, TikTokon. De nem, TikTokon végig szoktam küldeni egy ilyen 30 embernek. Na, legalább ezt is csináljuk. Én azt sem csinálom, én nem teszek semmit, hogy nézzék az emberek, amit művelek. Ja, te néked anélkül meg vagy. Ja. Néha. De nem tudom. De várj, itt valami van. Ott meg is pánikolok olyankor. Még több lufi. Ma dobtam ki a 31 éves születésnapomra kapott lufikat. Majdnem két évig megőriztem. Ma durrantottam szét. Szegény. Hát azóta nem eresztettek le, csak úgy mondom. Akkor jó bírtak. Az nagyon. Ma a nagy takarításnál mondom, most már kidobom, mert tavaly még nem akartam. Miért szaladgálnak mindenhol a disznók? Mindjárt megnézem azt a sárga feladatot, biztos annak van valamit ez a hozzá. Nem tudom. Biztos is. De lehet. Köszönöm Emi a megosztásokat. Ezzel... meg valami itt van megint. Ott, aha. Jó. Kiraktam a lufikat, mehetünk vissza. Most már TikTokon live voltok, YouTube helyett. Szia Móni! Nem. YouTube-on és TikTokon is egyszerre. Aha. Mármint vannak exkluzívak, tehát hogy az Among Us és a Goose Goose Duck az csak YouTube, a Stumble Guys az meg csak TikTok. De hogy ez hogy így van? Így döntöttem, mert nem akarom, hogy annyi vadidegen legyen hangba. Az Among Us. Yeah. Mondjuk ezt megértem. Az volt a fő érv. Most kérdeztem meg anyukámtól, hogy letöltetem a Stealth Stable-ből, de nem engedi meg, sajnálom. Az a baj, nem tudom innen befolyásolni anyukádat, és Jedi erőm sincs, hogy elmetrükköt alkalmazzak, pedig segítenék. Star Wars-osok értették, a többiek meg... Dave hülye.
Én is értettem. Ja, jó. És itt most megint mit kell benyomjak? Akadjába megint. Hol vagy elakadva? A rengeteg embernél. Itt van valami karika. Juli szeretné, ha elmennél részt venni a bajnokságon, az nem az verseny, ezt szerepelő versenybe elít. Ja, a versenyt kell indítsak. Ó. De ez nem az. Lehet. Ilyen terep, ott a terep. Nem jó. De az a baj, hogy csapatban vagyok, nem? Ja, igen, tényleg. Bármilyen versenyt kell megcsinálni, elitet. A csapat be tudja zárni magát, mert addig nem tud elindítani. Nem jelen, nekünk sem mutatja a csapatot. Az fasza. Mindenki, aki velem egy csapatban van, jöjjön ide, nem tudom, hogy csapatversenybe beadja. Az a baj, hogy nem fogod tudni elindítani, mert mivel nem látjuk a csapatot, nem látjuk azt se, hogy versenyt akarsz. De most indítani. Kilépek meg vissza, akkor meg fog szűnni a kép a TikTokon, és nem biztos, hogy visszajön. Ez a szóna, ez nagyon lutri. Azért nem akarok kilépegetni. De kitartás csengő. Hát ez baj, basszus. Akkor ezt most nem tudom megcsinálni. Vagy meg lehet azt csinálni, hogy átmentek, mit tudom én, Jorviki plázába, vagy akárhova. Ahol megszakad? Amúgy ez nem rossz ötlet. És akkor úgy hátha. Jó, megnézem. Mert ugye elméletben akkor kidob a csapat. Mennyi ember? Akkor hova kell menni ahhoz? Várjál. Jorviki pláza, vagy a vízesés. Ez most járlahelyenbe hozott vissza. Az úgy nice. Köszi a lájkokat, Móni. Hát ahova busszal kéne menni, ugye? Tudom, a Pinta mellől. Úgyhogy rá átmegyünk. Ha elveszted a teljes képernyőt, akkor ki tudsz lépni ezt a szóból, hogy ne lépjen ki a játékból. Megoldjuk így. Megnézzük, de azért köszi a tippet, Annus. Úgyhogy Móni, YouTube-on is megyünk. Aki még nem követett be YouTube-on, gyerekek, ma 62 új feliratkozó lett TikTokon. Menjetek át és nyomjatok egy feliratkozás ma YouTube-on is. Köszönöm, hogyha ezzel is támogattok. Ott most 8000 a cél, itt meg már 13000. Ha mennyire könnyebb itt? Hát ott mondjuk nem is olyan összetartó csapat van. Hát nem. Változó. Na, akkor nézzük meg, hogy így megszakad-e a szívem helyett a csapat. Elméletben ki kell, hogy dobjon. Igen, gyakorlatban meg majd eldől. 12 000 like-nál vagyunk, meg lesz a 15? Na most elméletileg akkor megcsináltam. Most akkor innen visszamegyünk. És ha valakit beveszel a csoportba, akkor működnie kellene. De most nem veszek be senkit, hogy elfogadja. Megnézzük, Sofin teszteljük. Aha, működik. Jó, akkor megcsinálom a versenyt, utána lehet, hogy beveszlek, Szofi. Leszakad a kezem. Hogy mit csinálsz közben? Megcsináljuk a cuclit, és utána lesz újra csapat. Akkor most innen kéne visszavergődni oda, akkor azt jelenti, hogy Pintából visszamegyek hozzátok. És akkor megcsinálom azt a feladatot. Hova kell menni ilyenkor? Amúgy mi a legpraktikusabb? Mindig a Sunfield Farm. Aha. Csinálhatnának már egyet, ami ott oda középre bedobna, amúgy. Jó is lenne. Én adnám. Ja, mondjuk jól mikrofonon, vagy valami ilyesmi. Coconut Monténon vagyunk. Járlahelyben is el tudtad volna menni a bevásárlóközpontba. Ez nekem nem jutott eszembe, bocsánat. Tényleg el lehet menni innen is? Hogy? Mivel? Hol nekem ott nem jelen? Mutatta. A csapatversenyt addig Réka írja, hogy megcsináljátok, én nekem azt már megcsináltam az első csapatommal, úgyhogy csináljátok addig meg, ameddig én megcsinálom ezt a kötelező elit tereplovaglás kell, várjál, elbetű, terep, csak terep, várjál, elit, ott van, elit, hát akkor az kell, csodás. Véletlenül befestettem a WC-t feketére. Ja, több helyen van buszmegálló. Erről lemaradtam, én a Pintait tudtam csak. Pintában van, azt tudom, meg Dundulba. Tényleg. Pinta, Dundul. Meg akkor ezek szerint Járla. Járlahely. De itt hol?
Bent a város? Réka, leírod, leírod az SSO-s neved, és akkor tudtok menni. Segítsetek, Léci, a Rékának, hogy meglegyen a csapatversenye. Új domtetőn is van, azt írja el. És van ilyen. Ja, igen, tényleg. Ott igen, a Relay Starberry Wood, lehet, igen, őnek is segítsetek. Én most kéne összeszerelnem a disznókat? Goldiba is van. Akkor jó, igen, nagyon igen. Sok helyen van. Nagyon sokan vannak fent. Itt látszik, hogy már este 5 óra elmúlt, 4-6. Mindenki már megtanult hónapra. Azt ráérnek. Köszönöm, Móni, a megosztást. Már megvan, de akkor fogadja el, aztán segítek neki. Ez segít neked, Réka. Közben, hogyha valakinél lapul egy coin TikTokon, akkor a szívlej engemet, hogyha még nem küldted be ma, akkor küld be. Mert gyűjtjük a szívlej engemeket, illetve az élő cél félig ki van lőve az a macis cucc, hogyha valaki be tud tenni háromat, vagy egyet, az hálásan köszönöm. Goldiba is van, ezt már lehet, hogy mondtam. De jobb kétszer, mint egyszer. Opa, elakadtam a Szeinába. Na, tízesig simán felmegy a ló, de utána tényleg nagyon nyögvenyelősen halad. Ú, te mekkora lag van itt most, gyerekek! Azt a mindenit. Csodálom, mivel elég sokan vannak. Mindenki itt van. Mindenki is. Na igen, Úristen, meg is adta a feladatot. Várjál, visszamegyek leadni. Valakiből csak annyit láttam, hogy így háttal fölfele van a karaktere. És akkor ezt ide leadjuk az Alexéknak. Nagyon jó. Mostani szórólapozás, tök izgalmas, unalmas feladatok. Én jövő héten fogom megvenni az új arabot, tök jó. Meg szabad kérdezni, hogy melyik szerveren vagy? Ő jobb oldalt fent elvileg látható képen. De érdekelne, hogy látszódik-e? Hát nem látszódik. Mindig megválaszolod. Hát így nem tudom, hogy látják-e. Csak akkor senki nem néz. Nem a Defodilon vagyunk. Kokonát. Elugalmas, amúgy pont ugyanaz a feladat van, mint tavaly. Igen. Ezt mondták, hogy ugyanaz, azért nem olvasom. Egyáltalán nem lagolok, csodálkozom is. Kik beszélnek még, Alexa kérdezi. Igazából a lelki ismeretem a jó és a rossz lelki ismeretem. Csak néha az egyik hangosan. Nem. Igazából az egyik moderátorom S, a másik pedig Villő. Ő is szokott live-olni TikTokon, lehet nézni. Csak ő nem SSO-zik, csak van. Ja, én csak létezem. Ő csak van. Nem látszik a drága betű. Tehát, hogy azt mondod, Krisztina, hogy nem látszik, hogy mi van odaírva. Nagyobbba kell húzzam majd, várjál. Eléggé kivettő. Szerintem néz, de így meg kitakarja a fél képernyőt, vagy így nem rossz. Hát mondjuk nem annyira vészes. Így nagyobb a húzva, így már látható, nem? Teljesen látszik. Na, jó van. Így meg már főleg látszik. Ez most lent vagy fönt van? Hova szórólapozok? Ezt nem tudom, miért nem csináltuk meg amúgy, amikor a frissítéses live-ot tartottam. Ez miért maradt ki? Kérdés. Elfelejtettem. A színe nem előnyös betűnek. Majd megkérem a Petrát, hogy valami erősebb színnel csinálja. Mert ezt a Petra csinálta nekem az édeskert. Úgy nem tudom, de hogy vagytok vele. De nekem annyira jobban tetszik a Dark Rider dolog, mint a... Hogy hívják ezeket? Soul Rider? Azok, igen. Hát nekem a zenés, jeges, fúrujás a kedvencem. Úristen, nekem is. Azt adnám, meg lehetne venni szedbe. Én szívesen lennék amúgy ilyen semleges. Hallod, hova? Ott van. Én meg Dark Rider akarok lenni, nekem azt kell. Kár, hogy nem lehet oldalt választani, én is lennék az. Ja, nem is értem, miért nem lehet amúgy. Na, van akinek Sabina kedvence. Amúgy őszintén, ők hárman a legjobb karakterek. Meg ki a harmadik? Hát, nem tudom, hogy hívják, de az a...
Sötétebb bőrű csaj, rövid fekete hajjal, akinek a fehér lova van, hosszú fekete sörénye. Ja, várjuk a megfejtéseket a cseten. Nem tudom, hogy hívják. Oké, ez is megvan. Jessica! Az. Az. Ó, ez nagy ugrás, ez nem jó. Amúgy nekem basszus, de nehéz ez a feladatom. Ez nagyon összetett, én már ezt nagyon unom, de meg akarom csinálni. Jessica, én nekem ez a név nem is rémlik, gyerekek. Tehát a Szabint, meg a másikat, azt... Ó, oh, repülök! Ja, nyugi. Várjál, megyek le. Zöld ruhája van. Hát nem, nem lehetett túl maradandó sztoriban, mert nekem nem nagyon maradt meg. De csak a nyakkendője zöld maradt. A másik is a zene miatt maradt meg nekem. Szabin meg azért, mert én úgy hívom őt, hogy a... Semmi. Csak mikor először megláttam, nekem Michael Jackson jutott eszembe. Nem tudom miért. De hova kell vinni? Len vagy föl? Amúgy lehetne, ha már ennyire lebutítottuk a játékot, lehetne olyan, hogy mutatná a nyíl, hogy lent vagy feljebb van. Már ez annyira mindegy lenne. Hát de nem. Ha lehetok, én ezt nem találom. Föl kell vinni oda az izébe. Föntre? Mert akkor nem lent szarakodok. Mi? Teljes föl? Ja, oda az egyik ilyen... Toronyba? Toronyrészbe. Na jó, idáig föl se akartam jönni. Köszönöm Petra a követést. Én is egy, nem tudom. És tényleg itt fönt van, na jó! Hagyjál már, hülye szórólapos feladat. Én is ott szívoztam egy jó ideig, míg rájöttem. Nem tudom elolvasni a YouTube szívecskétől a szót, úgyhogy nem tudom elolvasni a kommentedet, gamerfan. Azt a YouTube szívecskét is kivehetnék, mert semmi értelme. Csak akadályozza a streamet. Annyira, úristen, ez a feladat. Nagyon ez már nagyon idegesítő. Most te is ezt csinálod? Én a másik részét csinálom már, most pont azért idegesít, mert nem tudok olyan döntést hozni, hogy én igenis segíteni akarok Szabinnak, hanem el kell szállnom. Ja, triggered Szabi, így már látom. Úgyhogy ez ilyen érdekes, hogy nem vágom, de vágom, oké. Okay. Gyerekek, köszönöm, hogy még 33-an itt vagyunk TikTokon, YouTube-on meg most 6-ra fogyatkoztunk, aki még TikTok, aki még YouTube-on nem iratkozott fel, srácok, majd menjetek át, beírjátok, hogy Mongufta Family, és hagytok egy feliratkozást, azt hálásan köszönöm. Elkapott! Mi kapott te? Ja, Szabin, ide lent menekülni kell előre. Spoiler! Szerintem már megcsináltak tavaly, nem? Volt tavaly, igen. De várjál, itt kinek hozom a cuccot? Nem kell ide lejönni a Stacyhez? Gyerekek, ezt se találom, hogy hol van. Tehát ez egy idegesítő feladat. Júj, nagyon jön. Én köszönöm, hogy kitartóan itt vagytok velem. Utolsó szóról... Jó, de hogy kaptál el? Na, Kingus, köszönöm. Ez is bent van, nem lent. Hát fergeteges. De a hátamon maradt a doboz, baszki. Hé! Hey. Ez nem csúnya még. Miért? A baszki. Az pedig az. Szerintem nem. De. Nem. Jó van, elnézzük egyszer a villőnek. Nekem mindig el kell nézni. Persze. Akkor ez is fent van. De miért? Egész. És tényleg fent van, tehát nem hiszem el. Köszönöm szépen Jenny Kim a követést. Na és most jön a Szabina, ha? Ott vonul. Ott áll. Ott vonul. Olyan stabilan áll, hallod? Meg sem mozdul. Aha, innen látjuk, hogy ott áll. Nagyon standing. Kénykedünk. I'm still standing. Na, Ayrton jön. Én is lipicai lóval vagyok. Hát, szerintem ma sokan, de azért, mert ez nagyon szép. Én azért vettem meg. Tényleg elég szép ló. Én szerintem a hollandiból fogok venni, és már tudom is, hogy melyiket. Mekkorát ugorjunk, hogy ne halljunk meg? Pont jó, így gondoltam. Lehuppantam, hány éve játszol? De nem leülni akarok, hanem a disznóit akarnám elkapni. Hány játék? Hol vagy te? De szeretem ezt. Úgy beleéli magát.
Én mind megveszem. Amúgy 4 vagy 5 éve, azt hiszem. 5. Már 5 vagy 6 volt. Nézzem már vissza valaki YouTube-on, hogy az Induljon a Star Stable az anime szúrdokon első rész mikor volt. Nem tudom fejből. 6 éve. Már 6 éve? Mondtam. Jó, de másfél év kimaradt, tehát 5 a reális. Neked csak lebukfencelt a lipicai, az is jó. Itt lehet őket amúgy megvenni, pont ide jöttem. Na leadom a drótot, ne... Álljál már meg! Túlszalad. Megvannak a szórólapok? Igen. Láttam egy vad Szabint. Akkor nekem is futnom kell. Ti amúgy ezeket már ledaráltátok? Mármint akik itt vannak a cseten? Igen. De jó nektek. Még első héten, mert ez még első hetes pedig. Elkaptad az összes lufit? Mi van? Jaj, lufit kell kergetni. De a zene jó. Azt mondja, lufit fogtál. Szkuna többi. Ja, ez még első hetes. Egy picit le vagyok maradva, na hát na. Nem picikét. Egészséges mértékben. Ja, igen. Aha, hangosodik a zene, hogyha jön a lufi. Azaz hogy kapod el? Várjál már. Ez olyan magasan van, el se érem. Még régről van egy közös képünk Star Stable-be, de király. Örülök, hogy újra itt vagy akkor a csatin. Most egyszerre megy TikTokon, meg YouTube-on is, meg örülök, hogy látlak. Mindig örülök a régi visszatérő nézőknek, meg az újaknak is. Bár a YouTube azt mondja, hogy visszatérő nézőim 23%, és majdnem 70% az új aktív nézőim. Nem tudom, ez így van-e, de örülök. Nem tudom, nekem annyira nem tűnnek fel új emberek. Hát, mert ők visszanézők. Tehát, hogy lemegy egy live-om, és utána 200-an visszanézik. Ami tök király, csak így én se tudom, hogy kik. Egyszer-kétszer van, hogy így feltűnnek emberek, mert írnak mondjuk kommentet olyan, akit egyszer nem láttam a cseten. Annak például szoktam nagyon örülni, mert legalább látok valami aktivitást. Igazából ugyanazok a küldik. Igen, azt látom sajnos, mármint hogy rémlik. Én még csak egy éve játszok a játékkal, de már 21-es vagyok. Régen ilyet nem lehetett megcsinálni. Régen annyit kellett szenvedni a szintekért. Most, hogy meglettek a lufik, ezt hova kell leadni? Ja, ott lent valahol. Vagy nem lett meg mind? Vagy most mi van? Elszabadult. Lufik, siess a lufik után. Még nincsen meg mind. Nem látok a térképen semmit. Közös pillanat, köszönöm. Na így van, legalább Eszternek is lett. Halihuna Channel, mi újság? Holnap gyerekek, aki lemaradt a mai live-ról, vagy valami, holnap nézzétek vissza, mert nagyon tartalmas volt, meg minden, úgyhogy holnap dolgozok, lesz időtök visszanézni. Arabella Heigbergről vélemény. Az a baj, hogy semmit nem mond a név, bármennyire kellemetlen. Mármint, hogy hallottam már nevét, de így nem tudom társítani senkihez. Bocsánat. Ez olyan kellemetlen, mint amikor a Stumble Guys-osokra se tudtam, hogy ki kicsoda. Bejöttek, úristen, itt van a nem tudom ki, meg mondtam, jó, de ő ki. Ja, Dark Queens Family, őket én bírtam. Még volt is közös live-unk, vagy hát úgy, hogy live voltam, és velük volt klubprogram, vagy valami hasonló. Ha nem keverem mással. Felvettem egy kalapot. Meg egy napszemüveget. Várja, itt még van valami. De hol? Megint nem látom a fától az erdőt. Ott van. Igen, most meg lefotózzuk. Coconut Mountain Szeró, de rohadt nagyba ki van húzva a jobb oldalt a kép. Én nem tudom, én úgy tudom, hogy a Dark Queens-esek egyszer abba hagyták a klubozást.
De utána egyszer-kétszer meg hallottam róluk, meg követem őket Instán, meg ilyenek, de itt semmit nem tudok. De ebben nem vagyok különösebben mérvadó, mert amúgy nem nagyon tartom a kapcsolatot más tartalomgyártókkal se nagyon. Petrával igen, édeskertedő, meg ugye már abba hagyta a videózást. Annus! Köszönöm szépen, Annus, a... Mi ez? Mi ennek a pontos neve? Mi a neve? Én nem beküldeni akartam magamnak, hanem hogy mi a neve? Shit! Ezt elcsesztem! Na mindegy, köszönöm ezt a macit, de így most már csak egy kell, hogy kilőjük az élő cél, de nem tudtam meg a nevét. Hézi desszertem vagy. Az nem a csapat, vagy mi az a barátságnyaklánc? Valami olyasmi. Most ön csak hamburger lakoma. Ó, köszönöm Annus, be is állítok egy új célt. Olvastam közbe, de ilyen klubbal és botrányos SSO-s dolgokat offoljuk nálam, azt majd a modik törlik, köszönöm. Nem azért, mert nem nincs véleményem, mert nyilván lenne, de én a saját dolgaimmal foglalkozok. És botrányokat nem is hallok, és nem is vagyok rájuk kíváncsi őszintén. Ez, bocsánat, hogyha ez valakinek offenzív, vagy nem szimpatikus. De úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, Csenge, és még egyszer köszönöm Annus, hogy meglett az élő cél. De őszinte leszek veletek, én úgy vagyok vele, hogy annyi dolog van az életben, amit lehet szeretni, meg minden, hogy én engem egyáltalán teljesen hidegen hagynak az ilyen. Ebben a játékban ez baszakszik valakivel, ők összevesztek, ő utálja a másikat. Stumblegazban is most volt egy 6-7 balhé, azokkal se foglalkoztam és nem is foglaltam álláspontot, mert felkapott videókat csinálhatnék, hogy ővele jóba vagyok, őt nem szeretem, de mi a szarért? Tehát én úgy vagyok vele, mindenki foglalkozzon magával. Ha meg valami nagyon olyan, ami mondjuk már ilyen nagyon világ, vagy országszinten kiterjed probléma, hogy lebukik valaki, hogy mondjuk mit tudom én, megkárosít valakit, vagy hasonlók, és minden youtuber csinál róla videót, akkor meg azért nem szoktam, mert nem állok be a sorba, köszönöm. De a véleményem attól független megvan a dolgokról, de nagyon kevés olyan van, amit így azt mondom, hogy mindenképp muszáj, hogy elmondja. Rendben van, Viki, köszönöm, hogy itt voltál. Hát igen, teljesen megértem, csak számomra eléggé sokkoló volt. A témához visszatérve, Alexa, annyi, hogy nagyon sok... ez de jó jelenet, bocsánat, ezt a tavaly is tetszett, most is meg kell nézzem. Annyira jó. Nagyon menő. Ez így besétál, és utána... Ez azért mondom, ez annyira jó. Visszatérve, amúgy nehéz téma ez az egész, mert nagyon sok videósról kiderült, most nem szeretném a chatet, külön kérem, senki ne írja be, hogy melyik videósokról derültek ki, hogy pedofilok, stb. Több ilyen volt YouTube-on, TikTok-on, mindenhol. Mindenkinek a magánügye, bármennyire is nem is értek vele egyet, de attól független óvatosan bízatok meg az emberekbe, ezen... Persze nyilván magam alatt ásnám a dolgot, de gyakorlatilag bennem annyira megbíztok, és ezt amúgy néha szoktam is hangsúlyozni, mostanában nem, hogy jó, én azért igyekszek olyan tartalmakat feltölteni, meg a találkozók is egy úgymond minta, hogy hogy szoktuk eltölteni, hogy mindenkire próbálok vigyázni, meg figyelni, de mindenki óvatosan, aki még nem plusz 18-as, a felnőttekkel való internetes kommunikáció és bármi nemű közös játék vagy bármivel, a szülő tudjon róla, hogy kivel játszol, kivel beszélgetsz, és azt is tudja akár a szülő, ha rákérdez, hogy velem SSO-zol, nézzem meg nálam komolyabb tartalmakat. Csak ez azért nehéz téma, mert összemossák, hogy a videósok, a streamerek, pedig amúgy nem. De így ennyi a véleményem, hogy azért minimálisan mondjak is valamit. Az a baj, hogy egyre többen vannak. Tudom, ilyenek. Mert nagyon sokan azért kezdték el, mert hogy tudják, hogy így közelebb juthatnak a gyerekekhez, ami meg szánalmas és nagyon dühítő, de nem tudsz mit csinálni, mert nem tudod, hogy ki berejlik az állat és ki az, aki tényleg kedves. Én csak személyesen tapasztaltam embereknél, hogy van olyan videós, aki live-ba, videóba írtó cuki, de a valóságban meg egy bunkó pöcs. Tehát, hogy nevet nem fogok mondani, meg minden. Rólam szerencsére ilyen nem volt. Azt megkaptam mástól, hogy valóságban sokkal nagyobb az arcom. Szerintem amúgy nem, de ízlések és pofonok. Én azt mutatom, amilyen vagyok most. Van, akinek tetszik, van, akinek nem.
Mondhatod, Villő, bocsánat, csak be akartam fejezni. Ja, hogy szerintem amúgy már, amikor elindultak ezek a pedofil botrányok egy éve, meg kettő. Volt az már három. Már régebben is volt, igen. Mert volt, és, volt egy pár. Azóta csinálták úgy ezt emberek, én szerintem, szerény véleményem szerint, hogy azért. Ja, persze, mert tudták, hogy ebből lehetne, mi? Jön a népszerűség tőle. Igen. Hát figyelj, én nekem volt olyan, akiről nem tudtam, most direkt nem is mondok nevet, köszönöm szépen. Én mindig, mikor találkoztunk, lepacsisztam vele, beszélgettünk, még be is védett egy videóba engem, mert azért engem is támadtak. Nem pedofilos dolog, olyanom nem volt, meg nem is lesz. Azért nekem Jana egy elég erős támasz, hogy egyrészt a nőket szeretem, másrészt nem a gyerekeket. De hogy harmadrészt amúgy csak le akarták járatni a csatornám, és az illető tökre bevédett, és akkor se tudtam róla, hogy ő pedofil, mikor meg kiderült, annyi, hogy azóta nem beszélek vele. Most ez egyéni döntés. Ja, meg itt amúgy nem ezzel van a baj, mert ez én mentál. Igen, tehát hogy ez agyba van baj, tehát hogy ez nem feltétlenül. Probléma. Igen. De ezzel ugyanúgy el lehet menni pszichiáterhez, meg pszichológushoz. Pontosan, igen, lehet kezeltetni. Nem az a gond, hogy van, de nem azért utáljuk az ilyen embereket, mert van, hanem azért, mert nem csinál ellene semmit. Pedig igen, igen, a bunkóra írta az, ami, hogy legtöbbször ki sem nézi az emberből, hogy ki bunkó, ki nem. Figyelj, én olyan videósokról, olyan videósokkal találkoztam, akiről így tényleg két véglet. Az egyikről azt hittem, hogy ő tök nagyképű bunkó barom lesz, és kenyérre lehetett kenni, 40 percet beszélgettünk, leültünk ebédelni, minden, direkt nem mondok neveket, meg azt, hogy milyen tartalmakat gyárt az illető, de hogy úgy ült le velem, mintha tényleg 10 éve ismernénk egymást, és annyi, hogy tudta, hogy Mongufta Family van, meg tudta, hogy én is videózok, de hát kishal vagyok én a több 100, 600, 700 ezres youtuberekhez, de tök korrekt volt, meg ott volt az ellenkezője, aki meg mondjuk szintén 700 ezres feliratkozóval, és akkor kb. A kézfogás is így kezet fogott velem, mert azért illik, de hogy kb. Takarodjak a faszomba. Tehát, hogy így a két véglet. És belőle meg nem néztem ki, hogy bunkó. És amúgy meg de. Tehát, hogy ez nagyon lutri. De én azért még annak örülök, hogy akik ott vannak a talin, megerősítik, hogy én nem vagyok akkora paraszt, mint néha a live-ba. A bunkósággal meg ki lehet hozni mindenkit a sodrából, én azt mondom. Tehát, hogy engem is fel tudtok annyira cseszni, hogy szétkáromkodjam a live-ot, és utána el is mentek, mert utáljátok azt nézni. De én meg kezelem magam, hogy minél kevesebb szel legyen dühítörésem. Nekem ez egy tudatos problémám, hogy nagyon könnyen feldühítem magam, és nagyon könnyen leszek agresszív. De, mivel kezelem magamat, így nem. Csak hát ezt fel kellett ismerni, hogy nekem ezen dolgozni kell rohadtul. De mondjuk ezzel kapcsolatban sokkal lásszívűbb vagy, mint én. Mert én az első, hogyha valami csak egy kicsikét nem oké mondjuk egy kommentben, én azt azonnal letiltom a fiókot a fiókomról. Én nem egyből. Én nem várom meg, hogy felidegesítsenek. Nekem változó. Engem nagyon sokan nem szeretnek ezt a szókörökben, amúgy sokszor nyers vagyok, ez tény. Ne foglalkozz vele. Ami köztünk is volt súrlódás, meg vita, meg stb. Mégis itt vagy a live-ba, én is valamilyen szinten ugyanúgy kedvellek, nem tudom azt mondani, hogy de haragszom rád, meg de utállak. Pedig én azt hittem, hogy azon a szinten leszünk, többi az nem live téma, de amúgy nem. Tehát, hogy amikor beszéltem arról, hogy valaki fölcseszett meg minden, és nem is rád gondoltam, tökre megleptél, tényleg nem rád gondoltam. De nem titok, engem se kedvelnek sokan, nagyon sokan nem. De ez ilyen. Nem is kell, hogy mindenki kedveljen amúgy. Ura is lenne, meg egy kicsit unalmas is. Igen. Én azért is játszok több mindennel, meg inkább úgy vagyok vele, hogy a stílusom és engem szeressenek, mint az, hogy egy játékhoz kapcsolják a nevem. Tudod, hány évig küzdöttem, hogy ne SSO videós legyek? Vagy 3 évem ezzel ment el. Hát igen. De aztán végre már nem. Aztán, mikor elkezdődött, hogy akkor én vagyok a Stumble Guys-os videós, ott álltam le, hogy anyád, dehogy. Az a baj, az emberek szeretik beskatulázni a dolgokat. Pedig nem. El csak gondolom az is, hogy kinek miről maradtál meg. Hát igen, meg jó, ebbe egyetértek, amit mondtál, hogy
sokszor az első benyomás számít, tehát ha valaki bejön a live-ba és azt látja, hogy én azt mondom neki, hogy hello a kurva anyádat, akkor lehet, hogy többet nem jön be. De hogyha bejön és azt mondom, hogy szia, hogy vagy, az már egy nyitás, hogy egyrészt legalább reagálok, hogy itt van. Ezt nagyon soktól megkaptam, hogy beolvastam. Hát hogy a viharban ne? Hát mondjuk ma azért volt olyan, hogy meg kellett állnom, úgy pörgött a chat, de én azért próbálok veletek kommunikálni, csak közben megsüketülök a zenétől, bocsánat, azért vagyok hangos. Ordít a fülembe a zene. Amúgy jó a zene, csak nem lehet közben beszélni. Na mindjárt olvasom, mert mi csak nem bírok ennyit olvasni verseny közben. Megégettem a homlokomat. Mivel? Na, igen. Én nem tudok emberekre sokáig haragudni, meg most ha valakivel van nézeteltérésünk, az nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne jó ember, vagy utálnám. Szerintem utálni én sem nagyon tudok. Meg nem vagyok haragtartó, tehát ha valakivel összeveszek, azt mondjuk azt mondom, hogy tart azért egy darabig, mert hazudnék, ha azt mondom, hogy egyik napról a másikra megbocsátok. De nem vagyok hosszan haragtartó, tehát hogy ha meg tudjuk beszélni normálisan, és hajlandó a másik is arra, köszönöm V a megosztást, hogy átbeszéljük, ha valami probléma van, azt nagyon adom. Vagy ha valaki építő jelleggel azt mondja, hogy Dave, egy utolsó hülye voltál ebbe a live-ba, azért, és azt nézd vissza, bla 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 bla, akkor megnézem, és ha igaza van, akkor megkövetem magam, hogy igaza van. Köszönöm, Betty, a követést. Azt írja valaki közben, Viko, hogy neki nincs ott Szabin, miért lehet ez? Lehet, hogy valami küldivel nincs kész? Tudtok súgni neki? Szerintem te teljesen a példája vagy a kultúrált videósnak. Ezt mondd akkor, mikor rage-elek és ordibálok, de hát amúgy... igen. Olyankor elveszítem a kontroll, de az meg a játéknak szól, és én ezt magyaráztam egyszer Janának, hogy a néző is megérti, hogy a játéknak szól a dühöm, nem neki, de néha be kellett látnom, tényleg itt egy rohangáló disznó, de néha be kellett látnom, hogy tényleg egy bunkó pöcsnek hangzok, amikor elkezdek hiszizni egy játék miatt. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy az elmúlt 3 évben fejlődtem sokat ebbe az irányba pozitívan, és ti ezt kaptátok már TikTokon. Örüljetek neki! Bocsánat, csak ennyi pofázás után muszáj innom, meg kiszáradok. Na még egyszer süketüljünk meg a zenétől. Miért nem veszed lejjebb? Amúgy... jogos. Egyszerűbb. Nekem teljesen le van némítva. Melyik küldetés kell ehhez? Azt kérdezik, hogy a Szabin megjelenjen. Fogalmam sincs. Emi már írja közbe. Melyik ember nem rage-el, kérdezik Gamerfan. Mondjuk én mindig azt mondtam Janának, hogy ameddig én nem törtem össze billentyűt, addig az még nem rage. Én nem szoktam amúgy rage-elni. De jönni kulacsot van, gondolom de jó kulacson van, csak autokorrekt. Ez sokaknak tetszik a kulacs amúgy, majd valamikor kiteszem már linkbe, vagy nem tudom. Tényleg jó, én szeretem. Csak kár, hogy műanyag az nem annyira a legegészségesebb, de úgy vagyok vele, hogy már mindenre azt mondják, hogy szar. Nem raksz bele forró dolgot, akkor mindegy. Hideg vizet iszok csak belőle, úgyhogy így nem okoz gondot. Ez csak nem vízivásra van. Nem oldódik ki belőle mikroműanyag, szóval. Tudom. Úgyhogy még billentyűt meg egeret nem törtem egyszer se. Meg monitort se, pedig de menő lenne egyszer beleverni a monitorba dühödbe. Hát nagyon. Hát amúgy nem. Amúgy hát... biztos jó érzés lenne. Az egy dolog, de nekem biztos, hogy azok a streamek ismernek eszembe róla, amikor az emberek... hát egy ez a... ebből híresek vagy. Igen. Tépaszkodnak mindent, hogy körülöttük van. Osztálytársam a telefonját törte. Na az már hamarabb lenne nálam is, hogy... véletlen idegenbe eldobom a telefont, az hamarabb fennáll. Olyan nekem is volt még annó, hogy csapkodtam a telefont az asztalhoz. Meg nálunk amúgy az amúgy is repülő dolog, tehát hogy például Just Dance közben simán eldobjuk, nem direkt, csak elengedjük véletlen, úgyhogy Just Dance-elni óvatosan telefonnal. Mondjuk miért
Just Dance vesz telefon? Mert én azzal szoktam, mert mivel kell. Hogy arról nézed? Igen. Azzal méri, azt kell fogjam közben. Ja. Még mondjuk én valamelyik nap elejtettem a telefonomat, tehát így fejjel előre, és hát elég szépen megrepett konkrétan az üvegfólia rajta, de szerintem ezt megmeséltem, szóval majd vehetek új üvegfóliát rá, mert hát így pókhálóba végig, hát mondom, kösz. Az igen. Gyerekek, én odáig volt a beton. Odáig vagyok, hogy még mindig 30 fölött vagyunk TikTokon. Köszönöm. Valamit tetszik nektek, örülök neki. Gyertek ide, és vagy csak ott hagytátok a telefont az asztalon, és csak úgy maradt. Olvasok kicsit, mert van lemaradásom. Instán megtaláltam azt a mondókonos képet, ahol te és én és a srácok egy körben ülve unózunk. De jó volt az. Kopaszodó szemüveges, szürke pólós, hasas csávó vagyok én. Átdobod a képet, hogy melyik, mert én nem tudok annyit visszagörgetni. Huna Channel nemrég ért haza, úgy de lemaradtam, magántanárnál volt. Nekem egyszer sikerült egyik monitoron beverni GTA Public Session miatt, az igen? 65 000-be fájt nekem, az drága mulatság. Nekem Apple és Top Mobil Fox, az tört össze, vagy mi? Nézem közben a TikTokot is. Még az előző téma az visszatérve, mindenkinek vannak nehezebb időszak. Ez a másik, amit akartam mondani, hogyha bejössz random egy live-ba, akárkinek, az enyémbe vagy bárkiébe, nem tudhatod, hogy olyan lelkiállapottal ül ott, hogy jó kedve van tényleg, vagy lehet, hogy meghalt az anyukája, és csak nem mutatja, vagy nem mondja, és gyászol, de ahogy leül live-olni, mert hát, ha jobb lesz, ez tudom, hogy nagyon kontraszt, de hogy nem tudod, hogy mi van a háttérben, vagy most rúgták ki, vagy bármi. Nem engedi beírni, hogy live. Próbáld meg azt a stream. Hello. Igen, addig itt meg csak üdvözöltük. Osztálytársam a telefonját törte el közben, az kemény, összehajtotta a térdén. Az igen? Jó, mondjuk volt, hogy apum kezéből is konkrétan repült a kőkemény padlóra. Tegnap a buszon voltam, kanyarodott a busz, és a telefonom majdnem elrepett, mert kezembe volt. Az igen. Néha alapból kicsit idegesebb vagyok, ezt tudom. Mármint bocsi, ami csak szoktam hallatszódik a live-odon, mikor ideges vagy. Nekem például a gyász alatt dögunalmas live-jaim voltak, de valami kellett, hogy igen. Ezen én is gondolkoztam, most tudom, hogy ez nagyon morbidnek minden, de hogyha mondjuk meghal anyukám, vagy a nagymamáim, vagy Jana, akkor lehet, hogy hamarabb leülök live-hoz, mert inni nem akarnék, drogozni nem akarnék, de el kell valamivel tereljem a figyelmem. A barátaim nem olyanok, hogy bármikor átugorjanak, mert vagy a ország másik felébe lakik egy-kettő, vagy Erdélybe. Ja. Igen, meg van egy-kettő olyan is, aki talán át tudna jönni, de hogy ezen én is gondolkoztam, hogy lehet, hogy akkor biztos, hogy live-olnék, hogy eltereljem a figyelmem. Magam. Hát én azért nem, de... De nem tudom, de ez jó, ne legyen ilyen, mindig ezzel szivatjuk Janába egymást, hogy melyikünk hal meg hamarabb, ugye? Ezt legutóbb is mondtad, jó házasság, ugye? Igen. Hát már öregszek, egyre többször, hát már hallod, milyen vén leszek, hagyjad már. Hobbitként már felnőttnek számítasz. Ú, de jó nekem. Nekem például, igen, ezt már olvastam. Semmi. Lőhettek képeket. Képeket Instagramra tegyetek, Mongufta Family néven vagyok, srácok. És átküldte közben a képet, azt nézem, csak gamer fan. Ja, a fekete hajú csajszi mellett ülsz, az vagy te? Nekem fekete hajam van. Ez nem te voltál. Gondolom. Kicsit sötétebb bőrszíne van, mint neked. Jó van, simán tartatjuk még gyerekek a live-ot, úgyhogy... Nice. Én viszont lehet, hogy elhúzogatok kicsit. Lehet még visszajövök, de nem. Jó, amúgy ez a simán tarthatjuk, még nem azt jelenti, hogy hú, de sokáig, de még egy pár versenyt megyünk. És köszönöm, Billa, hogy itt voltál. Jó játékot. Jó. Nekem Apple.com, igen, ezt olvastam. Nálam mostanában live alatt kutyák szoktak néha kikészíteni, mert nyilván akkor kell rosszalkodniuk. Szabinak is a supika akkor ugat hangosan, mikor live van. Vagy live-ban van, tudom, ez ilyen kutya dolog.
Mit nem csináltunk? Dundulba átmegyünk, gyerekek, ott még nem voltunk, és ott sok XP-s versenyek vannak. Akkor let's go Dundul. Igen, de igen. De amúgy merre mész, mert itt van egy izélószállító. De van az ingyenes innen. Van. Várjál, nekem még sztori van, bocsi. 2 éve volt. Hú, igen, rég voltam Mondókonon, most megyek barátok miatt, de tényleg nagyon rég volt. Majd ott is lesz még előtte kirakva egy videó, hogy aki mongufta, azzal talizzunk már. Tényleg te most jössz gamer fan Mondókonra? Ha már szóba jött. Nekem a live jókor jött, mert nagyon fáj az állkapcsolat. Én nagyon örülök neki, hogy kicsit tudtunk segíteni a dolgok után. Most ez hova visz? Ja, de ez mindig a Sunfield Farmra visz. Semmi, hülye vagyok. Engedd el. Engedjük el. Mondjuk, ha már ide visszahozott, de akkor meg innen megyünk le, és úgy megyünk Dundóra. 11-esig biztos, hogy ma kitoljuk a lovat. Addig nem akarom lezárni, míg nem lesz 11-es a ló. Olyat roppant a nyakad. Akkor erre tudod, mit mondok, Es? Hát ez roppant érdekes! Bocsánat. Ez nagyon rossz volt. Most én is tökre el vagyok, amúgy sincs semmi dolgom. Nekem csak jövő héten kezdődik a következő fél év. De jó nektek, én hónap dolgozok. Meg a csütörtök nálunk hajtós, úgy van a munkahelyen, hogy a hétfő, csütörtök, meg a kedd a leghajtósabbak. Valami akkor vannak nagyon sokan a jövetmenet. Miért az elfeledettekre mentem? Hát ezt nem tudhatom. Anyagiat miatt majd meglátom. Mondjuk jó tény, hogy drágabb már a Mondókon, hogy én mondjuk most Early Bird-be vettem meg, vagyis hát kaptam Janától szülinapra, csak mondta, hogy vegyük meg előre, hogy meglegyen. Aztán júliusban vizsgai időszak lesz, annak nem örülök. Na, az kemény lesz, az biztos. Itt megvárlak titeket, bocsi, hogy előre rohantam. Elfelejtkeztem magamról. Konkrétan Dundor helyett elmentem az elfeledett mezőkhez. De jó készülés, ami amúgy is hozzá majd. Megesik ez, hogy összekeverjük a dolgokat. Na, itt már vannak, akik nézd meg, gyorsabban ideértek, mint én. Mondjuk volt már, hogy izé... Jövítségünk helyett Star Coins-t használtam, aztán... Na nekem olyan még nem. Utána jöttem rá, hogy hoppácska. Keresésessel kezdjük, srácok. Elbaltáztam. Mindjárt 11-es lesz a lovag. Te is ma vetted? Nem. Nem. Hát én ezt már mikor megvettem, csak sose edzettem konkrétan. Ja. Köszönöm szépen, Barbara, a Banda Takács követést. Mi a véleményed az új lovakról? Szia, Letti! Ezt tetszik, azért vettem meg. A másikak is szépek, de nem szeretnék most annyi eszét költeni. Szerintem szépek. Ez tetszett, ezt megvettem. De hogy miért nem látom a izéket? Én is pont most lépek ezt a szóba, rendben, jó játékot. Én pont a Lipicait nem szeretem. Hát ez ilyen ízlések és pofonok, tudod, de nem baj. Nem én lenne jó, ha mindenki mindent szeretne. Én nekem tetszik. Na, neki a fának, úgy kell aztat. Megesik. Megesik, hogy a csiga elesik. De durva, hogy már 3 óra és majdnem 4 órája tartom a live-ot. Azért érzem én, hogy már fárad a beszédem. Én holland vagyok szerelmes hollandokba, az is jó. De már megint a fa, hát néma. Szeret engem a fa. Oké, és akkor mehet a szedelszúrdok. Én mondtam, hogy lehet, hogy az egyiket majd még megveszem, még átgondolom, de biztos, hogy mindháromat nem. Maximum a következő live-ba. Addig átgondolom. Meg megnézegetem jobban. Barna tetszik jobban? Uh-huh. Köszi közben a lájkokat. Mindjárt 14 000.
Jó, nagyuk rá. Nem tudom leadni a versenyt. Haló? Az nem jó. Egyszerűen itt kattintatok rá, és nem engedi. Én nem tudom, hogy itt... Jó, na, Krisztinának mindkettő tetszik. Hát én nem tudom, hogy itt mi volt, de nem engedte. Mondjuk Letty is azt írta, hogy neki is. Szép mind a három, most eltalálták szerintem, hogy tényleg három szép lovat hoztak. Most én azt a szürkés hollandot akarnám majd megvenni. De gondolkoztam a másikba is, amúgy. De az a szürkés az valahogy jobban tetszik. Pedig ritka, hogy ennyire rámegyek én is, hogy lószín változás miatt veszek egy másikat, de tényleg szép. Mondjuk nekem hollandom az még alapból úgy sose volt. Na. Hát akkor most lesz. Mert elvesztem egyet venni, csak úgy voltam vele, hogy meg akkor inkább kivágom, mert mondták, hogy már jönnek valószínűleg. Aztán inkább kivágtam. Aztán na. Most szombaton meg majd tudok venni egy hollandot. Na, ezért Krisztinek már három van a maival. Az igen. Most nézem, hogy kicsit magasra van állítva az egyik kamera, de mindegy. Közös pillanat, köszönöm! Megint nem figyeltem. De jó, hogy figyeltek helyettem is. Kingus majd ezután benyomom. Jaj! Lelkesen odafigyelek. Köszönöm, mert meg tényleg el szoktam felejteni. Na ugye a képernyő közepére nézek legtöbb esetben, és így nem feltétlen veszem észre, hogy belirult ott a kis jel. Régen mindig ezekkel a versenyekkel kezdtem, mikor itt laktam, de utána átköltöztem Délpatára, azóta meg sehova. Én nagyon sok évig itt voltam. 11. Mondjuk csak azért, mert itt sok XP-t adnak a versenyek. Meg mert szép a hely. Amúgy régebben sokkal többen voltak itt, de amint a VDA-t meg a Hollowerdőt úgy felújították, legtöbben úgy oda költöztek inkább. Igen, és meg is lett gyerekek a szintlépés. Közben nekem is volt. Még ha úgy van, egy képre álljunk össze, aztán lassan majd elköszönök, mert elfáradt a hangom most már. Azon hallom, hogy megy el a hangom, úgyhogy ennyit bírtam egyszerre, viszont nagyon-nagyon jól éreztem magam a mai live-ba, és mindjárt megvan a 15.000 like kizárása. Én meg itt még szenvedek, mert mindenbe beakad a ló. Még a semmibe is. Nem baj. Köszönöm szépen az ajándékokat még egyszer. 67 új követővel gazdagodtunk. Köszönöm nektek. Hogyha még ti nem tettétek, akkor a live lezárása után, ha átmentek YouTube-ra, beírjátok, hogy Mongufta Family, akkor köszönöm, ha nyomtok egy feliratkozást, és ott vissza is tudtok nézni régebbi tartalmakat, videókat, SC-kódokat, csomó mindent megtaláltok ott. És mindenkinek további szép estét kívánok, jó délutánt, előre is Mongufta-kát. Sziasztok! Hello.